Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megvárta a szünet végét. A Salt and Sanctuary következő része következik nálunk, hiszen ezt a játékot szavaztátok meg, ahogy legalábbis észrevettem. Köszönöm, hogy itt vagytok, és gratulálok még egyszer Fizel Elnek, hogy a 486. nyereményjátékunkat megnyerte. Azt mondja, hogy már is folytatjuk az utazást 17 000 és a kalandjainkat 17 000... Mit is? Várjad, de mit keresek én itt? Már látjátok, ennyire rövid az agyam, hogy már el is felejtettem, hogy merre voltam. Valahonnan innen indultunk el, ugye? Itt mentünk lefelé, és akkor itt találtuk meg a Dome of the Forgotten alatt helyezkedik el ez az egész őrület. Ja. Erre kell lefele menni. 17 000 szállt van eldugva valahol. Mert egy ennyire csicska voltam, hogy elvesztettem. Lehet, hogy itt be kell menni? Most már aztán tényleg el vagyok tájolódva, hogy mi merre hány méter, de nem baj. Magyar fordítás, a tűzészeka viszi a pálmát nálam. Pedig a karameltáncolj sem annyira rossz amúgy. Mert elméletileg karameltánc, és akkor karameltáncolj. Tudod, ez olyan, mintha valaki azt mondja, hogy van a kacsatánc, és akkor kacsatáncolj. Nem teljesen megegyezik ez a két dolog? Osz! Na jó, ilyet nem sűrűn láttunk azért. Wow! Jó, elintézünk mindenkit, mert hogy kell, szükségünk lesz a... Színem lehet lelökni? Érdekes. Szükségünk lesz az XP-re nagyon nagy mennyiségben. És ezt Frankon itt megnyomja? Aha, nézd meg, ki is írtotta a pókot egyből. Wow! Gondolom a pók az immunis a mérgekre, tehát azzal ne nagyon próbálkozzak, az nem fog összejönni. Nem erre mentünk, hanem lefelé haladtunk. Tök jó, hogy megvan ez a képesség, sokkal gyorsabb vagyok már tőle. Mint amennyire eddig voltunk. Valahol itt haltam meg, azt hiszem. Vagy még lentebb? Most két lövéses lett az a csávó? De tök jó, hogy annyi staminám van, hogy gyakorlatilag végtelen lövést tudok leadni. És még dashelni, rollolni is tudok, mert hogyha olyan van, hogy veszélyszituáció. Erre jöttem talán lefelé, és itt jobbra, nem? Ha valaki emlékszik, hogy merre mentem, ne habozzon szólni. Semmi baj nincs azzal, hogyha most backseatek vannak, hiszen a játékot már egyszer végigjátszottuk, innentől kezdve pedig nagy spoilerekre nem lehet már számítani. Ott jobbra, hogyha elmentem volna tovább, lehet, hogy arra kellett volna menni amúgy. Itt is van egy ilyen... Az hogy csinálta? De mi lökött meg? Láttátok? Egyszer csak úgy elestünk. Mintha valami lelökött volna. Ha lehetne válaszolni, mit szeretné jobban? Dark Souls 4-et vagy Bloodborne 2-t? Mindenképpen a Bloodborne 2-t. Itt nincs gondolkodási idő sem kell erre. Az a játék az annyira megérdemelné már a folytatást, és annyira jó volt. Az alapkoncepció, minden, az egész stílusa, a bosszok benne, a fegyverek, az egész harcrendszere, minden annyira csodálatos volt a Bloodborne-ban, hogy nekem a mai napig a kedvenc Souls játékom. DS-ből már köszönöm, van elég. Van különböző verziója, vannak különböző fajtája a Dark Souls-oknak. Lehet látni a különbséget az 1, a 2, a 3 között. Mindegyik nagyjából a sztoriban egy kapta fára működik, mégis eltérő játékhosszúságok, eltérő bosszok, stb. Ki hogy szereti ezeket játszani, megvan mindegyikben a maga. Tehát mindegyikben benne van az újrajátszási lehetőség, nem is egyszer, sokszor. A kőhitboxa magával rántott. Szevasz, jadlóz, lehet, hogy az volt, igen. Úgyhogy én nem... Nekem ez nem kérdés, egyértelműen a Bloodborne-t szeretném látni. Ezek mik voltak? Itt mik ezek? És nézd is, itt harcoltak, és... Mi ez? Ezt mindig nem tudom hova rakni, hogy ezeket itt össze... vered, és akkor egyből előjönnek valami, vagy múltbéli emlékek, vagy nem tudom minek. Nem lehet, hogy olyan, mint a többi Souls játékban a spiritek, amik más játékosokat mutatnak neked? Hogy ők hogy haladtak? Hány lövés kell ennek? Tehát két lövés után leesik és meghal. Itt haltunk meg amúgy. 870 a munícióm összes mennyisége, és itt lefele estem? Igen. Itt haltunk meg. Wow. Amúgy nem kell, hogy nagy probléma legyen ezt elintézni.
amelyikben a szólod van, abban egy kicsit több a HP is, hogyha jól veszem észre. 29 ezünk van, jó lenne, hogyha tudnék még egy szintet lépni. Érdekes, hogy itt még nem találtuk meg a Creed-et, az itteni szentét. A Dome of the Forgottenből jöttünk le egészen idáig, ugye? Hát mi van? Ez fájdalmas lesz, ha most elrontom, de nem rontottam el. Diamond Cluster. Az mi az a Diamond Cluster? Ah, majd kiderül, hogy odaérünk. Ja, az a fejlesztő tárgy. A Diamond Cluster. Nem mondod. És ez mit csinál? Ez kinyitja ezt a fenti részt neked. Ó, és akkor most már nem kell itt bemennem, hanem egyből mehetek itt le. Ez egy mini shortcut. Nagyon jó. Bloodborne 2 jöhetne az együtt, hogy az elsőt kiadnák végre PC-re. Hát, megértem, hogy a PC-sek nagyon vágynak rá. Bár az is furcsa, vagy hogy mondjam, tehát már azért annyira sok exkluzív nem maradt a PS-nek, tudod? És valahol megértem azokat is, akik ez ellen ágálnak, hogy ó, de ne legyen már minden ilyen cross-platform, minden játék, legyenek meg a platformoknak a saját... Don't jump? Akkor nem ugrok. Legyenek meg a saját játékaik, legalább egy-két címben legyenek eltérések. És a Bloodborne az nekem nagyon PS élmény, hát szinte az első PS játékom volt. Itt van egy szentély. Na, és akkor ide be is hívhatok mindenkit is, aki esetleg úgy érzem, hogy jót tenne nekem. Make offering, kell egy guide, mindenképpen ide rakok egyet. Stone Mage-et is rakok ide. Alkimistát szerintem nem. Van egy merchant és van egy blacksmith. De szerintem ezeket kár ide most elpocsékolnom. Item find bónuszom az lesz. Attack bónuszom nem lesz. Az alkimistát hívjam be magic resistance bónuszért. Szett mit bánom én. Legyen itt egy alkimista, na gyerünk. És akkor most nézzük meg, mindjárt megjön, itt van. Hogyha transmutation-t akarnék alkotni, akkor már láthatnánk, hogy ez a fegyver, ott van a Diamond Cluster, most találtam meg. Aha, tehát már látszik, hogy a dex scalingben magasabbra mehetnénk, és hogy most már poison damage is lehetne a puskánkra. Nem fogom ezt persze megejteni, de most már megvan az a fejlesztési tárgy, amire szükség van, hogy egy kicsit rátápoljunk a cuccainkra, és nézd meg, itt is lehetne most már ilyen sacrificial garot valami, nem tudom mi az. Dex scaling-e nem túl jó. Ez a problémám. Mencin néz ki, érted, tök király, hogy ilyen csontokból épül fel, de most, hogy ez jobb-e bárminél? Mondjuk class 4 whip egyébként. Ez a sword whip, ez nem tudom még mindig, hogy ezt mire kell vélni. C szintben scale-el STR, Dex-ből, Magic-ből, ez biztos, hogy egy rohadt jó fegyver úgy egyébként. És 100 000-be kerül megcsinálni. De figyelj már, hogyha nincsen sword whip talent, akkor hogyan húzod ezt ki? Már vagy 7 éves az út, kb. minden is kijött PC-re, szerintem mennyi után már inkább csak jót tenne, plusz rengeteg bevétel lenne belőle megint. Nem tartom kizártnak, hogy ki fogják adni azelőtt, hogy megjelenne majd a második része, tudod? Én szerintem ez elképzelhető. Farmoljunk még egy keveset, mennyi a szintlépés? 17500. Hogyha kijön a na hát... Hol vagyok? A Peach Woods fölött? Kijön a kettő, akkor szerintem meg fogják azzal promózni a PC-sek számára, hogy átrakják az első részt oda. Láttunk már ilyet nem egyszer. Jobbra Sanctuary. Sanctuary ahead. Milyen rendesek, hogy itt szólnak amúgy. Ott van valami a falban. Nézd, meg van törve. Egy néhány nényt azért ki akarnék itt írtani. Mi, boss meg? Ne! Wow! Az egy nagy fejsze? Hallod, de para, mint hogyha a Twin Peaksből jött volna. A Twin Peaksben volt ilyen. Az rád esik és nagyon megver. Oké. Okay. Szia Zsolt, jó éjszakát, jó pihenést, kösz, hogy itt voltál. Hányan vannak ezek? És mit csinálnak? Most 2 darab? Mit csinál? Hát ezt itt... Aha, amikor felveszi a földre, akkor is nagyon fáj. Vigyázzunk vele.
Tehát tud osztódni. A másik közben elkezd távolról támadni rám. Ez nagyon nagy szívás lenne, hogyha nem lennék range. Várj, a fejszét kell verni. A fejszét kell verni! Hoppá, nem is a kísérthetett. Szevasz, Szerisz, mi a helyzet? Hogy vagy? A fejszét kell támadnom. Hát nézd meg, 26-ot vernék a vippel. Vedd csak fel, te csicska. Lehet, hogy meg fogom tudni ölni amúgy. Úgy tűnik, hogy meg lesz. Aha. Bocs, elnézést, ezt benéztem egy picit. De nem baj, nem baj, nem baj. Nagyon jól nézett ki a dolog, amíg rá kellett jönnöm, hogy a fejszét kell verni. Nagyon hülyeség volt ez, hogy a föld mentén haladt előre a sebző, nem tudom, lövedék valami. Ezt most korrigálni fogom, és másodikra elverem. Sőt, lehet, hogy berakok magamnak egy kis rásegítőt. Figyeld meg! Nem, mint hogyha kéne, de rárakom. És felrakta? Fel. Lehet. Ott veszik fel a só. Igen, megvan. Oda néz, hogy pörög le a HP, oda néz. Fel se fogta, hogy mit teszek vele. Már is fél HP-n vagyunk. Akkor átmegy a lightning damage, hogy megőrülsz. Oda néz. Elképesztő király. Nagyon nagyot mentünk. Valami lézerágyús lement? Brutálisak voltak ma a bosszok, de mi brutálisabbak voltunk náluk, úgyhogy én nagyon büszke vagyok magamra. Sikerül előre haladni a játékban egy olyan build-el, amiről az emberek csak suttogni mertek eddig. Durva build-ek, csak itt nálunk, a ticspertv.mokáson. Viszlát, csicska! Hát ennyit erről! És itt lesz másik boss is amúgy, ezen a helyen. 37 ezrünk van, itt van valami. The coveted ashes. Hát nem tudom, hogy mi okozza nálunk ezt a nagy előre menetelt, amúgy én tényleg azt hittem volna az előző rész előtt, hogy nem fogom tudni, semmit nem fogok itt tudni csinálni ebben a játékban. És aztán nézd meg mégis, mekkorát megy ez a range build. Ez tök király. Nyomunk két szintlépést, ezzel már közel kerülünk, level 80-on vagyok egyébként, közel kerülünk a Tree of Skill-en, és csak most visszavehetném azt az extra potit, de nincs rá szükségem. Most itt van ugye ebben a távolságban még egy poti, amit felvehetnék, nem kell ez. Lehetne dex, lesz 3 daggerök, itt vannak, itt van még dex, egészen sok. Úgy néz ki, hogy ezek a daggerök, ezek ebből építkeznek, hogyha itt elindulnék erre, akkor itt van egy 5 willpower-os 5-ös dagger, ami lezárja az utat, hogy ne menj be ide a additional healing potion felé. Hát, hogy erre kéne mégiscsak menni a class 5 vipre, meg a dexre. De az a dex az nem is kell, az csak egy extra pont. Hát, hogy nem kell nekem annyi dex már. Most 45-ös dex ratingem van, ugye? A dexem 45, akkor minek vennék fel még 5-öt a izéből? Hol is lehet azt megnézni? Itt. Túl lennénk, túl sok lenne, a hard cap-en már túl mennék ezzel. Az energy potion az meg szerintem a manádat tolja fel. Lehet, hogy inkább a class 5 light armorra, vagy a class 5 vipre kellene rágyúrni egy picit. Lehet, hogy a class 5 vip az a sword vip? Tehát, hogy az is... Lehet, hogy ez az csak el van írva, nem? Hú, de nem tudom. Meg annyi kérdés állandóan. Itt most lehet vásárolni? Ó, itt lehet a spelleket és az incantationeket megvásárolni. Nem is ismertem ezt eddig. Itt is van egy charged ring. Spelleket nem lehet felvenni. Aha, akkor lehet, hogyha kihúzod a talentfán azt a level 1, level 2, stb. Skilleket. A shopban itt mit lehet venni? Calling horn-t. Szerintem veszek egy néhányat, biztosan vissza tudjak mindig térni arra a helyre, ahonnan elindulunk. Jó. És most hova tovább? Hova kell most menni? Mi lehet a következő hely?
Vagy van itt még boss? Csak nincsen. Nem tudom, kezdjünk el felfedezni. Menjünk tovább a boss irányába, aztán... Jobbra alattunk, emlékeim szerint a Peach Woods felirat volt. Lehetséges, hogy a Peach Woods-ba tudnék innen kimenni tovább. Örülök neki egyébként, Szerisz, hogy itt voltál közben Lurkben. Nagy király arc vagy, köszönöm szépen neked. Remélem jól ment az edzés. Aha. Hát megyünk lefelé, de hogy hová tartunk. Az elég HC volt az a zuhanás, azt nem tudom, hogy hogy gondoltuk. Itt be lehet menni balra. Ez valami titkos tárgy? Aha. Valami reliquary volt ott, azt nem tudom, hogy mire való. Lehet, hogy fegyverfeltápoló item. És itt fel tudsz mászni. Olyannak tűnik a fal, mint ahol fel lehet mászni, csak... Aha. Kétszer tudod használni a márkodat, és többször nem. Hát most nem tudom, milyen mélységekbe ereszkedtünk. Ez mi ez a hely? Mi ez a Siam Lake? Ó, nézd, milyen messzire jutottál. Már nagyon régóta itt vagyok ezen a szigeten. A levegő, a tenger súlya. Micsoda? Mi ez az Ancient Crust? Az nem tudom, micsoda. Meg itt vannak aztán a hajótöröttek, mint te. Olyan sok tengerész van, ugyanígy jártak ők. Húsos tengeri uszadék. És mindannyiuknak ugyanaz a titka. Mindannyiótokat elárultak. El vagytok árulva, mondja. Aha, láttam rabszolgákat és prostituáltakat, akik nemesekként voltak felöltöztetve. Láttam katonákat, tengerészeket. Aha. Ugyan azon a hajón szenvedtek ugye a hajótörést, viszont más ötleteik voltak, hogy mi volt a küldetésük. Szomorú, szomorú vándorok. Kéreg? Aha, tehát hogy a show így lerakódott rá. Szevasz, Judgment, hogy vagy? Tudod, hogy ki árult el téged? És hogy miért? Meg volt a hercegnő, akit meg kellett találnod. Vagy nem így volt? Kérdezi tőlem az öregember. Hamarosan újra találkozunk. Beszarsz. Ez a hely egyértelmű, ugyanúgy néz ki, mint a talán a DS1-ben voltak ezek, tudod? Ilyen nagy fák, meg minden. Már nem tudnám megmondani, hogy mi ez a hely. Itt lesz egy boss. I dead woman despair. Oda nem szabad bemenni. Ez egy boss fight. Vagy beszabad menni? Szevasz, Varga 1331. Hogy vagy, Mizu? Beszarsz. Nem értem. Ide is lehet egy sanctuary-t lerakni, de minek? Nem tudok most ezzel mit kezdeni, ezzel az információval. Mage-et is berakunk ide, cleric-et is berakok ide, mert miért ne? Cleric-kel még nem is beszéltem. Blessed Page. Ezzel szent sebzést pakolhatsz a... Wow! Kérek ebből, persze, a fegyveredre. Kérek egy 20 darabot legalább, sőt 25-öt kérek. Na mostantól nem lesz gond azzal, hogy hogyan tápoljuk meg a sebzésünket. Végre van valami, amit egészen nagy mennyiségben használhatok. Ez kicsoda? Spells, incantations, azok nem kellenek. Ez kell. Hát nem tudom, lehet, hogy nem itt kéne lennem, de én megnézem, hogy mi van itt. Ez boss aréna lenne? Igen, igen. The Witch of the Lake. A tó boszorkája áll előttünk. Nézzük, hogy reagál a szent sebzésre. De nagyot kapott! Ó, de nagyot kaptam én is! Ez volt az, amivel nagyon-nagyon sokat szenvedtünk. Emlékszem már, mert hogy ezzel a spellel nem tudtam mit kezdeni egyszerűen. És nagyon hangos volt itt, ez megint be volt bugolva ez a hang. Egyszer használta csak a spelljét, lehetett hallani, hogy milyen őrült hangos volt ez. Wow! Na hát ez nagyon HC lesz. Ezzel most el fogunk szórakozni. Eltörtem a bokám, bocsánat. Kicsit le fogom venni akkor a hangját jó a játéknak, mert tényleg hangos lesz ez a rész itt. Mehet. Gyerünk.
ez nagyon durva, ez nagyon hátszé. Iszonyat hangja van, és nagyon keményen megver. Oda néz, oda néz. Azt a rohadt. Már fél HP alá levertem amúgy. Erősebbek vagyunk, mint a régi buildünk. Ez egyértelmű. Nagyon látszik. Jó, jó, jó. Csak ígyük a potikat, semmi baj. Leszarsz, nagyon kemény. És rohadt menő. Ne hajj meg most, Léci. Hát olyan közel voltál. Wow. Hát mindjárt meg lesz a The Witch of the Lake. Emlékszem, hogy ezzel mit szenvedtünk régen. Júj. Füles nélkül is odaver az audio. Ennél tehát ez a spell, ez valamiért iszonyatosan nagy gaint kapott. Tehát olyan hangos, hogy tényleg le kell halkítani a játékot. Majd mindjárt vissza fogom nyomni, úgyhogy ne aggódjatok emiatt. Csak erre a bossra vettem egy picit lentebb. Újra! Szevasz, Tics Puzsér! Jó estét kívánok! Hogy vagy, Mizu? Az megver! Amúgy visszaszedtem szerintem a szólokat, ha minden jól megy. Aha, és most megint ellapott 2091-et. Az volt a baj, hogy nem használtam. Hát nem, igazából az, hogy béna voltam. Régen át kellett volna ugranom a spell fölött. Az volt a baj, hogy nem... nyomtam be egyáltalán a... Blessed page-et. Most nyomjuk be. Felrakta magára, és mehetünk. Most kemény lesz. És összeverem, hidd el. Nagyon is engem, de nem baj, ez nem számít. Ez rohadt jó, amikor így támad. Sokkal egyszerűbb az életed. Oda néz! Úristen! Visszafelé is jön az a támadás, nem baj. Menj, gyerünk haver! Ez az. Ott lesz. Megvan! Azok az áldott oldalak, én nem tudom, hogy azzal mit csináltam, de olyan szintre pakoltuk össze vele a bosst, hogy ez a fegyver, nem tudom hová tenni. Hogy lehet, hogy ez a range buildünk, ez a Bloodborne build, ez ekkorát megy, és milyen király setünk van már? Amúgy level 1-es a set. Raise the sin. Lehet, hogy ez valami, tehát ez rossz volt? Crazy woman? Csodálatos vagy, praise the dark. Ja, mert hogy valaki dark sebzéssel írtotta ki. Salt Alchemancery. Érdekes. Ez mi ez a hely? Iszonyat nagyot megy a buildünk. Szörnyen nagyon. Puska kellett volna ez a melóhoz, azt is hoztál. Ez az. Nagyon tetszik nekem. Nézd meg itt, meg lehet nézni, hogy valaki ugyanebben a szedben így ment előre és így nyomult. Ó, ezt még nem tudom, hogy mivel lehetne aktiválni, de aha, jó, ez majd a következő. Nem ide kell mennem ugyanis. No man, itt van még. Akar valaki segíteni esetleg, hogy mit csináljunk? Akar valaki beülni az anyósülésre? Meg kéne tudnom ugyanis, hogy merre megyünk tovább. Most az oké, hogy ide lejöttem leverni egy extra boss, de szerintem nem ide kellett volna jönnöm. Egy ázsiai kisgyereknek ezen játék a tutoriál a Dark Souls-okhoz. Van, aki szerint ezt a legnehezebb minden Souls játék közül no hitelni. Állítólag annyira össze vannak pakolva a hitboxok, annyira kevés a window, hogy te tudj dodge-olni egy-egy támadást, szinte lehetetlen. Most hová megyünk erre tovább? Itt lesz egy shortcut majd. De valamit eldugtak. Még egy diamond cluster, de jó. Most aztán gyújtogathatom itt a stone guide fákjámat.
Nem tudom, hogy ez hová vezet ez a hely, de nagyon kíváncsian várom, hogy mégis hova a fenébe megyünk. Nézd meg, ide megint kell majd. Ez itt egy totál nagy átvezető rész. Aha. Szóval ez itt shortcutok tömkelege. Szia Dominikus, köszi szépen, hogy itt voltál, jó pihenés neked. Akkor nem erre kell mennem. De meg kellett nézni, hogy ez a szentély hová vezet. És legalább most már van ide guide-om, tehát innen tovább mehetünk bárhová is. Bal kézzel kirak 50 oldalú Rubik kockát, másikkal meg speedrunolja platinára. Ja, hát vannak ilyen gyerekek, persze. Itt már felvettük, igen. És mit nem, vagy merre nem mentünk akkor el? Itt jobbra szerintem nem. És csak ott van fent valami. Gyere ide, ezt próbáljuk ki. Nagyszerű! Oké, valami áldást ültek itt a playerek, mert hogy feljutottunk egy olyan helyre, ahol nincs semmi. Üresen lett ott hagyva. Peach Woods! Nem lehet, hogy ide kell jönnöm? De egy rohadék hely. Ó, nézd, milyen unikornis vagy te! Wow! Húzzunk el innen balra? Felszúr! Wow! Ez baj! Az baj, mert majdnem egy teljes szint van ott. Hogy felszúrt már Spindle Beast? Gyakorlatilag nem szarva van, vagy hát van, csak a szája helyén. Wow! Kellene vennem némi ammót, mert 200 minuszban vagyunk, 300 minuszban vagyunk. Most azért megnyomtuk a lövöldözést. Még jó, hogy ilyen olcsó amúgy. Amber Idol volt itt. Ez hülye. Szevasztok! Na-na! Jó-jó, nyugalom! Azt a büdös mindenit! Hát de kijönnek ide, hallod? Kijönnek az egész másik pályára, átmennek veled. Láttad, mit nyomod? Aha, és akkor valaki itt nyomult, itt esett el. Két lövés kellene, csak nem sokszor van időd ezt a két lövést belerakni. Hova megyünk akkor most? Szerintem végig fölöttem lenne a hely, amit meg kéne vizsgálni. Hú, azt a mindenit, majdnem leestem valahová. Ja, ez jó, ez nem is annyira vészes. Itt nyitott ki az alsó rész, láttad? Abból a szentélyből most itt fogunk tudni átmenni minden alatt. Gyakorlatilag keresztbe, és ezzel már szerintem meg is tudjuk kerülni majd az egyszarú lényeket. Minden bizonnyal nem így van ez kitalálva, ahogy most csinálom. Oda nem tudsz felmenni. Hát nekünk fent kéne nyomulni. Itt nagyon sokat fogunk lezuhanni. Ez nagyon fájdalmas lesz. De fel lehet így menni? Aha, igen. Én nem mész... Na ez egy igazán ultra nagy szivatásnak néz ki ez az egész hely. És honnan tudod, hogy hova akarsz itt felmenni? Treasure, up, death, right. Ha jobbra mész, akkor meghalsz. Ha felfelé mész, akkor meg ajándék vár. De szar volt. Várjál. Hát most aztán tényleg. Nem jó. Hogyha későn ugrasz, akkor bevered a fejed. Milyen ritmus? Most kell ugrani. Jó, figyeljünk. Egyszer. Nem jó. Miért nem kapja el? És itt lesz benne a treasure? Templar charm. Valamilyen templárnak van itt valamilyen charmja. Nem ismerem amúgy. Kicsit kitörtem a bokám. És azt mondta, hogy jobbra van a halál. Miért van itt halál? Hát ide meg amúgy is fel tudtam volna jönni. Onnan alulról.
Totál ritmus játék az egész. Nem sikerült elkapni. Bocsi, igyekszem. És itt nem volt alul semmi. Azt mondja, hogy a halál van jobbra. Kincs van felül, halál jobbra. Ezt hogy kell értelmezni vajon? Hogy többször meghalsz, mire itt át tudsz menni akárhová? A Peach Woodson, ez nagyon rohadéknak tűnik ez a hely. Nagyon. És főleg ezek az apró kis egymás után megjelenő dolgok voltak, szemétládák, ha jól vettem észre. Ezek itt. És innen hova? Aha. Jó, most már látom, hogy mi van. Most már talán a következőre meg lehet. Egy igazi rohadék platformer jelenethez érkeztünk, kiszámított arra, hogy ebben a játékban még ilyesmi is lehet. Hát aki ismeri, az nyilván tudta. Eddig jó. Megjelenik az első. Jó, oké. Következő. Következő. És most. Nem éri el! Na, gondoltam, kiadjak egy platformot, mert már elkéstem. Bocsi, sorry. Mindjárt eltűnik, és akkor három, most, négy, nem fogta meg. Szerintem itt ilyen tized másodpercek is számíthatnak. Három, négy, öt, hat, hét, nyolc, és most? Ez az. És ide. De azt miért nem fogod meg? Haver. Vajon miért nem fogja meg? Rohadt messzire kell menni. Nézd meg már, mennyire messzire elmentünk. Szóltok el, srácok? Mennyire vagytok kiégve tőle? Legalább most már van egy shortcutom, tehát nem kell megküzdeni a vér vizékkel, egyszarvúakkal. Megtanod a ritmus, kicsit odafigyelsz, akkor nem annyira gáz. 5. Most. Most. Most, és egyből utána. De ezt nem értem, hogy miért esel le, ha... De miért csinálod ezt? Hát nem ugrik el a platform végén. Ahhoz képest, hogy milyen állapotban hagytuk a játékot két epizódban dal ezelőtt, amikor még ostorral vertük el a sárkányt, ahhoz képest valami szuper erővel rendelkezem már. Hát össze se lehet hasonlítani két karaktert, pedig egy bilden belül van. Valahol utána kezdte el összeszedni magát. Ez. Itt egyszerűen fogja magát és leesik. Nem tudom mire vélni. Egyszerűen leesik a karakter, és most már egymás után kétszer is megcsinálta. Na gyerünk, utolsó, ott. Jó, ezt nem így kellett volna, elismerem. Megiszünk még egy potit. Tudod, milyen a rohadék dolog? De az igazán rohadék dolog, hogyha úgy csinálnák... Szevasz, Szervier, jó pihenés, köszi, hogy itt voltál, kitartást a munkához. Hogyha azt csinálnák, hogy ez lenne a boss run, tehát hogy meghalsz ennek a végén a bosstól, nem jó helyre ugrottam, bocsi, és így kell visszajutnod hozzá, hogy ezen át tudj menni. Jó, persze az ember 10 percig gyakorolja, akkor utána már benne van a kezében a bugi meg a ritmus, de még akkor is jelenthetne nagyon gusztustalan meglepiket. 2, 3, most itt, ez az, így. Hallod, olyat fogok esni, öcsém. Megvan, át tudtam menni, hát megőrülsz. Case of Salt. És hogyha itt leesel, itt mi van? Hát át tudtam menni, ki gondolta volna. Azt a rohadt. Suli lesz, nem meló? Ah, hát akkor pláne. Hajrá neked a sulihoz. Itt van valami? Ja, kinyitottam a végén, az út végén, nagyon jó. Többet nem kell fent ugrálni.
És akkor itt felmész, vissza, ez micsoda? Egy chest. Van benne egy black slacks, silk blows. Aha. Ez a black set, ez class 5? Nem, class 3. Értem, a szent védelem, strike defense és ilyenekhez jó. Egyébként a mi armorunk, ez a class 4-es jobb ettől. Sokkal, sokkal, sokkal jobb. Jó, ez nem is kérdés, a sötét set az maximum ilyen fashion téma lehet, de kicsit divatolni a játékban másra nem való egyelőre. Itt mi van? Right ambush. Aha, rajtaütés lesz. Oda néz! Egyet megöltem? Meg. Jó. És hogy lecsúsznak, látod? Fúj. Fúj, haver. Hát nézd, és lecsúszik, és a feje fennmarad. A karóba húzott lófejű emberek. Azt a rohadt. Hát azért vannak itt durva kitalációk ebben a játékban, gyerekkel nem játszhatnám, az fix. Pist woods. Hova a fenébe megyek? Most elevenedtek meg. Menjünk gyorsan, másik irány. Haver, ne hajj meg, most léci, ne! Várj, ne üsd meg! Jézusom! Ezek erősebbek, mint az előzők voltak? Jó, mind meghalt. Horse head. Aha, ez most a lófejűnek a füle volt, amit kilútoltunk. Fél HP-n állunk. Muszáj lenne valamit találni, valami szentélyt, bármit. Itt van! Hál' Istennek. Jó, visszaszereztük a potiainkat. Most itt fel kéne mennem? Aha. Ez hová vezet, hogyha itt felmész? Megőrülsz. Hallod, végigmentem első. Bárcsak nem mentem volna végig elsőre. 20 000 szálltam van. Ezt nem akarom megjátszani. Ez hülye ez a hely. Ezt miért csinálják velünk? Tak, tak. Egy kicsit lassabban. Wait, what? Nem. Ide felfelé ugorj, haver. Ez mindjárt. Megváltozott a ritmus? Nem. Tehát mi lesz? Aha. Wow, megint feljebb jutottunk. Ez mi? Nehogy már, itt fixen meg fogok halni. Ez 20 000 szálltnak az elpocsékolása. Elég egyszer elmisszelni és vége van. Hát itt nem lehet leesni. Itt jó a ritmus. A 4-es akkor jön, amikor az első jön. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basszus! Azt a mindenit, mekkora mák volt ez! De ott hogy jön? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ez majom, ez nem normális. Hogy tudsz odáig elérni? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Azt a mindenit! Hát ez nagyon meredek volt. Hát ez nagyon csúnyán meredek volt. Wow, van egy szentélyünk itt. Azt a büdös mindenit neki. Ezt nem gondoltam volna, hogy ezt meg tudom csinálni. Legalább nem vesztettük el a szólókat, ez hülye. Hát ez full ritmus játék volt. Tűnik, hogy megtaláltad a szentélyét, a Keepers of Fire and Sky-nak. Mi az eget tiszteljük, abban nyugszik a... Mit jelent az éteriális? Valamilyen tűz. Aha, ez a legerősebb minden mágia közül. Megtaláltad a citadellánkat. Aha, értem. Szóval, hogy félretaszajtanánk az isteneinket, amiket eddig tiszteltünk, és tisztelnénk inkább az eget helyette? Nem, bocs, de én a hármakkal vagyok.
Wow. És akkor most már mehetek, és itt megküzdhetek a... Egy Stone Guide van itt. A Stone Guide azért jó, mert akkor innen tudsz teleportálni, de... Várj, ez egy boss? Itt fent a tetőn? Nem, itt van egy láda. Ott vannak falak. Nekem most az lesz a lényeg, hogy itt... Leessek? Azt a minden, itt milyen mély ez a hely. És nézd, az alján tényleg van valami. Oké, még egyszer. Ez a 2000 szállt, amit elvesztettünk, ez már nem mennyiség. Azonnal elvesztettem egyébként, ahogy felértünk, ez mekkora már komolyan. Na gyerünk. Tehát akkor felfelé. Meg kell találnom a... Az. A francba megyünk innen. Ez milyen helyre hozott fel? Itt van egy Grey Pearl, hogyha újra akarnád pakolni a... utcaidat. Eddig szuper minden, eddig megvagyunk. Ott kiállt a harmadik. 2400 van nálam a... 2261, nem sokat adnak. Hol vagyok? Feljöttem rohadt magasra. És nem tudom megállapítani, hogy melyik hely ez. Ez már nem lehet a Peach Woods. Még mindig itt vagyok. Most már át lehet menni. Szevasz, Rika 97. Hogy vagy? Mi a helyzet nálad? Hát még mindig megyünk tovább. Ha látom, hogy fent vannak ilyen... brutális mágusok. Wrathful Dead a neve. Felvettük a csicska mágusoknak a potiait. Hát nem tudom, hogy ez mennyire fog nekünk segíteni, de... minden kiderül idejében. Itt mi van fent? Semmi. Mindenképp azzal a brandel kell itt tovább haladni, amit megszereztünk az előbb. Nem bánnám, hogyha lenne egy kicsit több lehetőség vásárolni esetleg, mert hiányban kezdünk lenni munícióval, mert csak 2/3-on állunk, és az valamiért frusztrálóan hat rám. Mindent a pisztolyra rakunk fel. Szopogassad, faszkalap! Tudom, Mókiból, szopogassad te is. Várjál? Aha, azt hittem, hogy abbra fal van. De mindent erre rakunk most fel, úgy érzem. Erre a pisztolyra. Szevasz, Kildarien, hogy vagy, Mizu? Szép estét mindenkinek, aki itt van velünk, remélem, hogy tetszik nektek a játék. The Far Beach. Most tényleg visszajöttünk ide? Tehát akkor mi volt a Peach Woods-nek a lényege? Ne csináld ezt talán. És itt meg a cikkurát? Ó, azt a mindenicskacok. Nem lett volna szabad ide visszajönnöm. Nincs itt egy vendor valahol? Van guide-om? Van guide-om. És hol vagyok most? Ez a Far Beach, ugye? Travel. Szerintem a Far Beach-en vagyok. Igen. Mert itt van egy guide, meg van egy valami más. És akkor a Peach Woods-ba el tudok menni. Mert a guide az bármelyik szentélyhez el tud vinni, ugye? Aha, és akkor lehet, hogy itt kellene most kitalálni, hogy merre megyünk tovább. Na várjatok, bocsánat, kell egyet alta volna, meg kell, hogy nézzem, hogy Mizu. Muszáj látnom, hogy hova megyünk tovább. Azt mondja, hogy... a Ruin Temple-ben megcsináltunk mindent, a Peach Woods a következő. Van itt egy Cars Joe the Cruel, akit el kellene intéznünk. Megkaptuk a Black Setet, igen, ez megvolt, a Keepers of Fire and Sky. Oké, egy csomó shadow flip ugrás kell csinálnod, hogy platformokat hidalj át. Várj. Sanctuary fölött van egy chest, az megvan. Aha. Most meg kell csinálni az ugrásokat, hogy eljuss a Far Beach-re. Igen. Ha még erre nem mentél el, akkor itt megtalálhatsz egy csomó mindent a felső részén a Peach Woods-nak, amit eddig nem vettél volna fel. Van egy Grey Pearl például, meg a Blood Wood Crossbow. Az mondjuk érdekes lehet. Ezek nem érdekelnek annyira, Grey Pearl, Shroud Charm. Az még érdekes lehet esetleg.
Aha, egy idő után az út lefelé fog vezetni, összeköti a kezdő áreával, ahol a flashing platformok voltak. Ez egy egyirányú út. Jó, de hol van a... Azt megtudtuk, hogy merre van a szájemlék, azt megcsináltuk. Előbb mentünk oda. Micsoda? Amint a bázison vagy, menj tovább jobbra. Ez elvisz téged a boss fighthoz. Akkor nem is itt van a Peach Woodsban a boss fight, hanem igazság szerint ez... Ez biztos, hogy ott van, Peach Woodsban. Keresztül kell menned a jump portionon, aztán elérni a legalját ennek a helynek, és jobb felé menni. Hogyan éred el a legalját ennek a helynek? Vagy csak közben itt nézegetem a... Fextra guide-ot, csak nem akart senki felülni meg mellénk a... anyósülésre sajna. Hát jó, most azt akarja, hogy érjem el ennek a helynek a legalját, de olyan messzire jöttem fölfelé, hogy... Hogy mehetnék itt le? Várj, megpróbálunk még egyszer azzal a fenti résszel. Szávasz, Savi, hát mi a helyzet? Hogy vagy? Milyen napod volt ma? Megnézzük a fenti részt. Ha elkapod a ritmust, akkor egész gyorsan lehet közlekedni errefelé. És itt, hogyha balra mentem volna, akkor mi lett volna? Lehet, hogy ez a Peach Woods teteje? Itt van azért ellenség, nézd csak. Ott van fent. Alrighty. Szépen adják a cuccokat. Nagy ugrás. És ez lehoz a... Nem vihet el a Far Beach-re, ez valami más hely. Bele tapostak a sárba konkrétan. Ezt a rohadt. Add a linket? Már a fentebb van. Szevasz, Night Wolfie, hogy vagy, mi a helyzet? Jó estét neked. Itt vagyunk éppen Carl Joe-nál. Várjál, ez most a Peach Woods területre. Kellene, hogy nézzen ez a dolog, de mindegy, szerintem érted, hogy mire gondolok. A boss-t linkeltem el véletlen, nem a területet, ahol itt nyomulni kell. Hogy vagy? Álmosan vagy, Savi? Ilyenkor? Hát még csak 0 óra 22 perc van. Hát mi ma este még végigjátszuk ezt a játékot. Hát látszik, hogy teljesen benne vagyunk a végigjátszásban. Látszik, hogy totál bennem van a salt faktor. Cyberpunkot nézed? Kíváncsi vagy rá? Hol? What the fuck, te itt vagy ma este velünk? Én azt hittem, hogy nem is vagy ma itt. Hogy vagy, Bizú? Olyan csöndbe vagy. Annyira nem is szólsz hozzám. Már azt hittem, hogy már valami baj van. És ilyenkor az lejön az égről. Cyberpunkot nézed? Hát, szerintem Cyberpunk az nálunk legközelebb szerdán és pénteken lesz majd. Meg lehet, hogy vasárnap, azt majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Én remélem nem haragszatok, amiért más játékok is mennek itt pörögnek közben a csatornán. Én nagyon élem egyébként őket. Az a játék meg különösen kedves az én szívemnek. Nem csak azért, mert szólsz. Itt van a Bloodwood Crossbow. Aha. Tehát akkor meg lehetett szerezni ezt a fejlesztett verziót. De mi lenne, hogyha inkább nem is viselnék magamnál bullwhipet, hanem csak szimplán ezt a... Crossbow-t venném a kézbe. Uh-huh. És itt van egy láda a bal oldalon. Jól eldugva, de itt van egy rászetszet. Akkor arra megyünk, amerre a guide írja. Mennyi van ebből a gameből? Még van egy kevés, még egy epizód, oké? Okay? A dolgom, hallgatóztam csak. Na! És jól vagy, Mizu? Egy Grey Pearl volt itt is. Aha, és itt... Hajaj. Itt nem mentünk tovább eddig. Drowned Idol-t is ide raktak nekem. Szerintem még nem volt meg a...
most, hogyha itt végigmegyek, akkor jó fele megyek. Úristen, nem fogok tudni visszajönni. Hova megyek? Nem, ez teljesen izé. Szerintem ez a boss felé vezet, Shroud Charm, aha. Szerintem erre kell mennem a bosshoz. Mi az a Shroud Charm? Arcane damage-ot ad a támadásainkhoz. De hogy mennyit. Mi ez az Arming Sword? És ez mi? Hogy itt jelenleg nincsen semmi? Ezt nem teljesen vágom. Ja, ez a gomb, hogy one-handed vagy two-handed. Aha, és akkor ezt a kardot, ezt meg le is vehetném. Hát mivel nem használjuk ezt a kardot, ezért nem kell, hogy nekem az ott legyen. Teljesen felesleges, csak a súlyt pakolta a karakterre. A Bloodflower Ring, ami attack power-t ad, az inkább most át fog állni valami másra. Itt az ideje, hogy a wounding effektet lecsökkentsük. Így. Az a charm, hogy minek van itt nálam. És mik vannak itt alul? Ja, oda lehetne berakni a prayer-öket, ugye? Aha, imádságokat. Na azért kérdezem, mikor általában a hajnali 3-kor is itt szokunk ülni. Van még kevés. Lehet benne ruhát venni? Lövéskonzolon nem valami könnyű. Cyberpunkban ruhát venni? Hát, jó kérdés. Azt tudom, hogy szanaszét találsz mindenféle fegyvert, armort, ruhát. De hogy külön szeteket, azt nem tudom pontosan. Minden szuper fülesem kezdi megadni magát, keresem az utánpótlását, ahhoz már valami jó hangkertet is párosítanék, és most ezeket nézegetem. Ne. Egyébként én is gondolkoztam, hogy majd le kell váltanom a fülesemet, mert ez már gyakorlatilag mióta a csatorna megvan, közel 4 éve. Kiszolgál. Most kajak visszajöttem ide. Deadly creature below dodge. Oh god, oh man. Ne már. Most ide hozott vissza ez a szar hely. De most azt mondja, hogy menjünk teljesen a jobb oldali irányba. Azt mondta nem, hogy menj le a legaljára és menj addig jobbra, amíg meg nem találod a boss-t. És akkor itt teljesen egyszerű... Várjál. Csak mész tovább és csá. Hát itt már... Találkoztunk azokkal a vadállatokkal. Titkos ajtó jobbra, azt mondja. Hol? Jaj, tényleg volt itt valami lent? Ó, tényleg? Na, menj már! Hát ott megcsillant valami a fűben. De jó, hogy szólt ez a valaki, mert elsőre nem voltam figyelmes rá. Addig megy egy hangkártyát, amíg nem lehet azzal is bányászni. Ja, amúgy igen. Grey Pearl. És hová vezet ez a he... Na-na! Wow! De hova leestem a pokolba konkrétan? Milyen hosszan zuhantunk ki a játékból? Az mi volt? Én azt hittem, hogy ott van egy lépcső és nem lehetett ráugrani. Wow, és ide jövök vissza, és innen mentünk egészen végig oda lentre. Ez de nagy szívás. És hogyha itt leesel, akkor vége? Mondom, nem akarsz leesni. Hát pedig le kell valahogy mennem. Akkor egy guide-ot használjunk itt? Nem. A guide-ot itt nem is használhatod. Van nekem egyáltalán? Ennek a helyére kellene berakni valamit, ennek a zöldnek a helyére. Nem tudom, a Cyberpunkban lehet szerintetek ruhát vásárolgatni? Egy calling horn fogok használni, és ezzel szerintem visszatérünk a... Nem, lehet, oké. A Far Beach, mert a Siam Lake, a lake-hez kell mennem. Menjünk a lake-hez. Mondjuk nem ártana talán egy olyan helyet választanom, most lehet, hogy butaság volt, ahol tudok vásárolni is. De itt van egy guide. Jó, akkor el tudok menni. A Red Hall of Cages-be? Na várjál, olyan helyre menjünk, ahol van merchant. És tudok tőle vásárolni. Szerintem a legjobban a Red Hall of Cages-t építettük össze amúgy. Itt van a vendor, és itt van a fejlesztő izé is. Mondjad már a kovács. Felfedeztem vénségemre, kölcsönzőben van Lost Lesson-e. Minden kedvencemet leszettem rá, pedig süket voltam. Ugye? Teljesen más élmény, hogyha Lost Lesson hallgatod a zenéket. Ez tökre így van, tök egyet értek. Jó sokba került az a rengeteg muníció, amit ellövöldöztem, de most már akkor mehetünk visszafelé. Mehet a Traveling, mehet a Science, Siam Lake.
és akkor teljesen el kell menni jobb oldali irányba, amit úgy fogunk megcsinálni, hogy innen megyünk jobbra, mindent fölöttünk lesznek a unikornisok, ugye? És azokat fogjuk most elkerülni, hogy ne kelljen velük konfrontálódni. Érdekes, de ott még alul nem jártunk, pedig oda is be lehet menni valahogy. Tök érdekes volt ez a titkos rész, amit itt találtunk a másik irányból. És tök furcsa, hogy nincs egyébként lábfegyverem. Pisztolyamon kívül, amivel bármit tudnék csinálni ebben a játékban. Na, itt vagyunk a Peach Woods másik oldalán. Veszteségben, hát persze van benne veszteség. De igen. Jobb minőség, mint az MP3. Maradjunk annyiban. Tehát mondjuk lossless, bedigitalizált CD lemezek, ilyesmikre kell gondolni. Nem erre mentünk. Nem erre megyek. De az előbb lementem egy titkos járaton itt, igen, itt leestem és itt vagyunk. Feltételezem, a csávó nem tud itt utánam jönni. Más típusú. Én nem ragaszkodom hozzá, tehát így digitális formában nekem akkor is egyesek és nullák maradnak. Úgyhogy én nem szoktam arra így rámenni. Az a lépcső az nagyon megvicceli az embert. Itt szerintem ez... Ezt nem tudod megcsinálni, nem? Mert itt leesem és meghalsz a francba. Igen. Nem értem. Nem is kell ezt szerintem megcsinálnom így. Szia Benesan, mi a helyzet? Hogy vagy? Nya! Nézzük. Amikor erre eljöttem jobbra, innen kell tovább menni? Lehet, hogy a lovaknál kellene tovább ugrani, nem? Formátum. Várjál már, milyen formátumban vannak ezek. Egyébként felmész a kölcsönzőre és azonnal megtalálod. Több formátuma is van ezeknek a lossless zenéknek. Ja, a flak, igen, például. De nem csak az. Volt valami A-val kezdődő is. Teljesen jobbra megyek, akkor jó fele megyek. Itt van egy szentély. Illetve itt csak a HP töltő van. Lehet, hogy azért van itt, mert jobbra itt lesz egy boss. Vagy hogy ennyire egyszerű lett volna, csak eddig csicska voltam? Hát itt vagyunk egy bossnál. Jelzett a izé. Itt van a Karcsó, The Cruel. Hát lássuk, mit tud felmutatni. Jézusom, de nagyot sebzek rá, mi van velem? Az alap pisztoly ekkorát ver. Ó, és ez tud forogni. Hát ez hülye. Hát de meggyilkolod, Móki, mi van veled? Wow! Ez valami izé boss, nem? Olyan, mint a... Nézd meg ezt! Mint a Hollow Knight egyik bossza. Hát ez semmi. Hát ez semmi, haver! Szétgyaláztam! Hát szét lett dikházva. Wow! Mi volt ez? A Gunslinger build! Wow, Box of Salt, Karzsó, The Cruels, Ashes, megkaptuk a hamvait, és itt most hová megyünk? Elérkeztünk a térképnek a legjobbik oldalára. Hogy visszhangzik itt minden lépés. A legjobb oldalára jöttünk ki a térképnek, a legszélére. Hát ez nagyon easy fight volt. Erre nem számítottam. Ez lehet nagyon szar lett volna egy másik fajta kaszta, hogy nem tudod megütni esetleg. Meg szétszurkálja a talpadat, de nekünk ez semmit nem tudott oda tenni. Gyakorlatilag akkor ez az egész hely, a Peach Woods is mostantól készen van. És hogyha megnézzük, hogy akkor hogy is állunk, meg merre is vagyunk arccal, akkor a Peach Woods, mindjárt mutatom, után a szájemlék következik, azt pedig megcsináltuk már. Itt volt a Witch of the Lake, ugye? Azt véletlen megtaláltuk, elvertük. Jó.
Azt mondja, hogy a jobb oldalának a... Várjál. Ez a 18. ára, amit meg fogsz találni a szájemléket. Amúgy nem vagyunk már messze, ha megnézitek. Ezután van a Blackest Vault, a Salt Alchemensary, ahol már jártunk, a Crypt of Dead Gods és a Steel Palace. Tehát a Blackest Vaultot még ma este meg kellene csinálnunk. 50-től 65-ös szintre ajánlják ezt a helyet, én meg 70, vagy nem tudom, már 80-as szinten járok, tehát nagyon magasak vagyunk ahhoz képest. Jó. Order of the Betrayed Creed van itt, aha. Nagyon régóta csak Lost Sense minőségben hallgatok zenét, de milyen jól teszed. Szájemléktől megyünk tovább. Witch of the Lake Page, miután legyőzted, menj vissza a Sanctuary-be, hogyha követted rendesen ezt a walkthrough-t és találkoztál a fekete kéz sorcerer-rel a többi helyen, akkor menj a Shivering Shore Sanctuary-be, menj balra a tengerparton, ahol elkezdted a játékot, beszélj a Black Sand Sorcerer-rel, még egyszer utoljára is vedd fel a Fading Fast trófeát, az nem tudom micsoda. Oké, a tónál már ettől többet nem tehetsz. Mi? A következő az a Salt Alchemensary. És az a boszorkától balra van. Nem, az azt mondja, hogy ez van mellette, de nem az a következő hely, ahová menned kell. Aha, tehát az van legközelebb. Hogy megtaláld a... The Blackest Vault and the Order of the Betrayed Creed. Ez egy creednek, tehát egy szektának a neve, ilyen hosszú. Nem csak az Order of the Betrayed. Lehet, hogy Betrayer. Kell használnod egy Stain Page-ot egy Sanctuary-ben, ami nem a tiéd. Meg kellett halnod ott az agród, a beagrózott NPC-ktől, amikor így halsz meg, kapsz egy ilyen Bloody Brit-et. Miután megvan a Brit, menj a Siam's Lake-be, menj jobbra a Sanctuary-től, szükséged lesz egy torch-ra. Találj egy lyukat. Jaj, ne! Ez lesz az, ez a titkos hely. Ó, és kövesd a vizet. Le kell ugrani a platformokon. Aha. Ez komoly. Tehát akkor most, hogyha ezt megnéznéd, elnézést. Itt mentünk jobbra. Ez itt a Extra Life-os kitaláció. És akkor itt volt egy ilyen titkos hely. Nem, ezt még nem is nyitottuk ki. Várjál már, ezek totál másfelé mennek. Itt még én is így mentem. Hogy senki nem lát semmit, na haragudjatok, amiatt itt leesnek? Nem, ez máshol van. Nekem kell ez egyébként? Ez a... Order of the Betrayer? Mert akkor lehet, hogy ez a... Lehet, hogy ez az egész hely, ez a Blackest Vault, ez lehet, hogy nem is kell. Lehet, hogy ez csak valami izé. Ennek semmi értelme nincs, ennek a Blackest Vault-nak. Ha jól értem. Semmi. Csak annyi, hogy van itt egy Sanctuary. Már utána olvastál, csináld meg, szerintem nem olyan egyszerű ez. Tudjátok mit? Először is visszamenjünk a játék legelejére akkor. Mert hogy ott elméletileg, hogyha balra megyünk, akkor találunk majd valamit. Nézzük csak meg az első hely. Menjünk a Red Hall of Cages-be. Nagyon könnyen elvertük az itteni bosst, iszonyatosan könnyen. Elfejtettem, hogy level up-olni, azért akartam még egyet. Level 82-esek vagyunk. És most a Tree of Skill-ben van 5 darab pontom, amit elkölthetnék. Az metal, az nagyon király. Hát lehetne nyomni persze itt még az 5 pontos dexes őrületekre. Lehet, hogy az 5-ös light armort használnám inkább ehelyett. Vagy elindulhatnánk a Class 5 VIP-ekre, és akkor még több willpower, még több stamina állna rendelkezésre. Én azt mondom, hogy próbáljuk meg egyelőre a Class 5 Light Armort. Nem tudom, hogy fogok-e ilyet találni bármikor is Class 5 Light Armort. Hogyha nem találjuk meg, akkor vissza tudjuk állítani, és akkor megkapom az 5 darab pontomat, amit itt elhasználtam. Travelolni kellene a Shivering Shore felé. És itt végig balra menni. Tehát innen kezdtük el a játékot annak idején. Most elméletileg itt találkozni fogok valakivel. Itt azért ehhez a lényeg, ezekhez a lényekhez képest már nagyon tápok vagyunk. Hogy lehet, hogy még sosem mentünk balra? Mi mindig csak jobbra indultunk el.
volt $2, de ennyi? Akkor nem követtük rendesen a guide-ot. Persze, hát össze-vissza mentünk a játék elején, ahova éppen el tudtunk menni. Ezek szerint nem beszéltünk mindenhol azzal a madár ijesztővel, hogyha jól sejtem. És akkor így most nem tudunk itt kommunikálni vele, na várjál. Akkor viszont mi a következő lépés? Csinálunk egy offeringet, ide rakok egy stone guide-ot. Gyere, bejön a kis fickó, így van. És akkor travelelünk tovább a Siam's Lake felé. Siam Lake, ez az. És akkor itt most kettő boss is lesz. Az Architect meg a The Unskinned. Ezeket még lehet, hogy el tudjuk intézni, bár egy elég nagy területnek nézünk elébe. Jó, menjünk, bocsánat. Itt kell lemenni, és itt küzdöttünk meg ugye a Witch-sel. Hogyha tovább mész balra, akkor találd meg azt a helyet, ami... Ez a Salt Alchemancery névre hallgat. Nagyon belehúztunk, szerintem egy epizódon belül készen a végigjátszás. De hogy itt mit kellett csinálni, vagy itt hogyan mehetsz át, hogy mik ezek a cuccok itt, ott van valaki fent. Ezek is mérgeznek. Nem sebeznek legalább sokat, bár lehet, hogy a méreg megöl. Hogy mehetsz itt tovább? Vagy szükséged van egy fáklyára, hogy lásd az utat, vagy mi? Vagy csak egyszerűen egy nagy ugrás? Aha. Nézd, itt beszívják a sós tengeri levegőt, jól értelmezem? És akkor... és oda lehet ugrani? Nem nagyon. És kivonják belőle a sót? Száemlék? Nem, már a Salt Alchemancery-ben vagyok, azután egyel. De nem kell segíteni egyébként, hogyha a dolgod van, meg minden. Ezt a játékot egyszerűen végigjátszottuk, szóval. Most már nincs mentségem, hogy ne tudjam esetleg megcsinálni még egyszer. Itt fel lehet úgy ugrani? Ha, de így ez nem lesz a legkönnyebb. Ezt így nem fogod tudni megcsinálni. Próbáljuk meg lefelé akkor, hátha. Vagy... Hát ez most lehet, hogy fájdalmas lesz. Ja, hogy így... Aha, oké, erre kíváncsi voltam, hogy felfújja minket ott a szél. Akkor viszont nem tudom, hogy hova megyek. Oda felfelé nem mehetek. Nem gáz, csak non-stop éjes vagyok. Én marha pörítettem ma, képzeld el. Anyukám azt főzött tegnap, és hoztam haza. Család látogatásból. Nagyon finom volt. Itt be lehet szippant. Ó, hogy ez beszippant, és átvisz téged egy shrinehoz, amit magadnak claimelhetsz. Oké, megvan, megtaláltam. Jó estét, kedves Randy Boy. Hát hogy vagy, mi a helyzet nálad? A Stone Guide-ot ide bekérem, meg a Cleric-et, meg a Mage-et. Így egy kicsit benépesítjük ezeket a területeket, nem mint hogyha szükség volna rájuk, de hadd szóljon, na. És itt mehetsz felfele, meg jobbra, én felfele akarok menni. Wow. Aj, Istenem, tudhattam volna, hogy mimik lesz. Tudhattam volna. Kelkáposzta főzelék malackörivel, az igen. Én holnap szintén kell káposztát fogok főzni, csak hogy frankfurti levesbe. Ú, de jó lesz. Egy jó, frankfurti leves mindig jó. Három jól irányzott lövéssel semmit nem tudnak kezdeni ezek a csicskák. Felugrálunk a falról. Ha jól látom, itt megint a... Wow, mekkorát ugrott! Mekkorát ugrott ez! Beleakadt a haverjába, láttad? Tehát, hogy elfelejtettem, mit akartam mondani. Wow, mekkora lovag vagy! Micsoda armor! Ne sem vagy felkészülve, úgy látom a range buildemre. Rabu lejtett a Dynasty? Meg a Chivalry? Wow. Megy, hát nálunk minden este megy, igen. Mi akkor is nyomjuk, hogyha, ha nem muszáj.
a büdös mindenit. Elég durva ez a zöld lovag azért. Ha nem mondom. De meghalt. 1500 szálltot szedtem ki belőle. Még lehet, hogy lesz level 83. Ki tudja. Ezzel a build-el szerintem magasabbra vagyok képes mászni. Aster Monolith. Wow, ez valami nagy fejsze. Olyan kalapács jellegű. Ha jól vettem észre. Hova? A fenébe mászok fel már megint ezek a... ezek a dobálósok. Ez a vér az nagyon nem jó. Az nagyon sebez. Inkább elverem őket ostorral. Itt valami démon vagy? Én? Nem. Csak a ruhám olyan. Egy teljesen egyszerű srác vagyok. Semmi extra. Csak magamra öltöttem ezt a felszerelést, amit itt találtam, és nagyon tetszik. Sokféle ruhát vehetsz fel, mint egy Dark Souls játékban. De most ez volt a legmagasabb szintű Istenem, hát nem leestem. Armor, amit magamra tudtam venni, hogy tudjunk legalább egy minimális mértékben védekezni az enemik ellen. Nem tudom, kicsit azért benne van a félsz, hogy megbicsaklik még a build. Benne van, hogy nem fogom tudni végigjátszani vele a játékot. Itt jobbra mi lett volna? Semmi. Hogy ott beugorhattam volna, aha, ott balra például. Beszippantottak volna és lehoztak volna engem a jó büdös francban nagyon messzire. Jesszusom te. Jó messzire. Hát ezt azért erre nem számítottam, hogy ilyen szinteken fognak elrakni. Ez egy boss. Szerintem ez egy boss. Nem, ez egy miniboss. Az Isten vagy te. Wow. Keményet versz, nem? Kicsit. Mondjuk én se szarra gurítok, nem azért. Wow, 5000 szált volt benne. És a King's Orders, a legmagasabb fejlesztési szerkezet. Moki, boss time! Nem volt boss time. Nem volt boss time, de kemény volt. Itt van egy slash-etek elni védelem a Dancing Ring-gel. Ez metal. Ez metal. Ezt így megtalálni szerintem ez valami izé volt. Valami titka volt. Titkö. És akkor ide fújt ki, itt megöltünk mindenkit. Hát menjünk már tovább. Ott van valami kapcsoló, nézd, csak lehet, hogy leállítom a szelek fújását. Nyitottam egy shortcutot, nézd, és akkor innentől most már tudok erre menni. Wow. Akkor most az lesz a lényeg, hogy essünk le. Várjál, óvatosba, gondoljuk meg. Ha így lehet szépen lejönni, felfele szarab. És itt mit találsz? Semmi? Semmi extra. Akkor átugrik, hogy te, hogyha kettőt deselsz, akkor pont rád alá fogsz érkezni. Mitől vagytok most erősebbek? Súnyik nagyon. Itt a showból akarnak különböző alkimista, vagy alkimiai dolgokat összehozni? Fel tudtam ugrani ezzel a képességünkkel, most már képes vagyok magasabbra mászni, mint gondolnád. A pókember maga. Csak itt nálunk a twitch.tv.mokáson. Itt van egy láda. Na nehogy már egy... Aj, ne csináld ezt velem! Ne egyél meg! Flash! De most miért kell megenni? Hát de... Oh, fucking hell! De ez kajak! Hát végre találsz egy ládát, elhiszed, hogy na ide úgysem mászik fel senki, és a végén van egy mimik benne. Fucking hell. Hát gusztustalan volt, Monika. Hát mindenki látta, hogy ez nem... nincsen rendjén. Most hova az anyámba megyek már megint? Várjál. Amikor erre mentem, akkor merre mentem? És jobbra mentem már? Igen, ott. Az a shortcut itt balra. Ez visz lentre. Ide ki a szemek világába. Nagyon jó. Három lövésből el lehet intézni. De úgy felmegyek, ha elintézem azt a szar mimik ládát. Na, ugorjál rám, te is persze. Kétszer is nyugodtan. Te is húgyozhatsz. Jó, így van. Halálos mérgezés. A gyerek.
füst akarnak füstölni? Szemtől szembe lehet? Nem volt egy ilyen film is végén, hogy szemtől szemben? Szarházi mimiket úgy szájba lőttem, hallod? Most remélem visszaadja a sóimat. Bármi? De hol van a 16 ezer? Itt haltam meg. Hol az a 16 ezer szól? Jó kis film a szemtől szembe? Nem a izé játszott benne a Beverly Hills-i zsaru? Hú, annak is micsoda filmjei vannak, aztán még egyet sem néztünk meg kb. De megnéztük a Nick Nolte-val. Meg is néztük már Pacino, Danny... Azt így fordították, hogy szemtől szembe? Hát de az a izé Fury, vagy milyen névre hallgatott? Szemtől szembe. Én esküszöm, hogy nem ilyen címre emlékeztem. És hol vagyok? Megint egy zöld lovaggal szemben vagyunk. Heat. Igen. Teljesen különbözik az a magyar nevétől. Köszi. Köszi Iván, valóban az volt a címe. Elvesztettünk 16 ezer szátot. Ez rendes láda. Ott az mi? Az mekkora benga? Tainted Great Shield és ranszűr, az nem tudom mi. Mi a szar vagy te? Wow! Hallod, itt már mekkora mobok vannak? Itt valami nagyon megváltozik. Nézd, hogy pörög. Azt a büdös mindenit. Ez fél HP-z. Mert olyan kedve van. Aha. Jó, kemény. HC. És mennyi HP-d van amúgy? Vagy nincs nagyon? Jó, már nincs nagyon, oké. 500 szálltot dobott el, nem túl sokat. Ez hová megy ez a hely? Havekeeper's Ear. Szerintem ez visszavezet valami Caverns-be, vagy valami ilyesmibe. 8. utas a halál legjobb fordítás? Na ja. Nem vágom amúgy, hogy a... Boss fight! Boss fight! The Unskinned! És nézd, ketten vannak, van fent valami lebeg mellette bal felül. Azt a büdös mindenit. Meg fogom-e tudni ezt csinálni? Az átgázolt rajtam. Hát igen, őket, amíg nem szégyellem. Jó lesz, megoldom. Azt hiszem az egyik a healer, a másik caster. Vagyis, hogy ó ne, ott volt valami, amiben nem mehettem bele. Ne már! És elvesztettem azt a 16 ezer sót örökre, amit a ládának kellett volna tartalmaznia, és a ládában, a mimik ládában nem volt benne. Úgyhogy az elbagolt. Mindegy, 16 ezeret azért ki lehet farmolni bármikor, most rohadt sokáig kell mászni, hogy elkerüljünk, ráadásul nem is teljesen emlékszem, hogy melyik utakat választottuk, de mindegy, megpróbáljuk megtalálni. Megpróbáljunk odáig eljutni még egyszer. Azt hiszem, hogy erre jöttem valahová. Rohadtul nem. Ez a bejárat. Janskind. Ez egy dupla boss. Itt lent. Itt le kellett ugrani. Igen, megvan. És akkor innen volt még egy. Aha. Nagyjából hasonló szint. Várja. Ott felfelé? Azt lehet, hogy azt ott oda beszippantott. A cumó. Itt fel, nem? És akkor jó messzire mentünk. Ledobott lentre, és itt bal oldali irányba haladva. Aha, relatíve könnyen megtalálható a boss. Hadd szóljon akkor. Nagyon furcsák voltak azok a falak, amiket nem lehetett ott át hidalni. Ahova nem lehetett beállni. Mik ezek a térgeometriai alakzatok, amiket lenyomsz? Azt akarja mondani, hogy nem állhatok oda a fehér fényes péniszre? Aha, igen, szerintem azt, igen. Jézusom, belelök abba a szarba. Kreatív boss téma, ráadásul ketten vannak.
Az architekt ellopott tőled 5000 szólt. Ez most itt egy, ez a végső boss fightunk szerintem ma estére. Nagyon-nagyon szépen haladtunk egyébként egész este a játékkal. Olyannyira, hogy képzeljétek el, már csak 3 hely van, ahol nem jártunk még a játékban. Tehát az utolsó 3, a befejezés felé menő rész. Én nagyon boldog vagyok ezzel, komolyan mondom. Tök metál, hogy a 300, nem tudom, 40. játékunk, vagy hogy van, 240? 240. végigjátszott játékunk. Az vagy ez lesz, vagy a Tiny Tina, teljesen mindegy. Adjatok hozzá egyet majd, hogy melyik lesz. Annyira jól haladunk, nem tudom. Tök örülök neki. Tök király ez egész. És ezt hogy csinálod meg? Nem annyi lenne a lényeg, hogy csak ki kell verni egyet, keményen. Most azt ott felrepült, aha. Az meg elesett. Várjál, öljük meg a csajt, a kasztert, jó? Öljük meg a kasztert, és akkor... Akkor nagy baj már nem lehet szerintem. Mondjuk ő néha eltűnik. Ez meg rád esik, mert egy csicska. Oké, megérkeztünk a csajhoz legalább. Most itt van a lehetőség. 1, 2, 3, 4, 5. Belerakott a izé a szarba? Azt a büdös mindenit. De megöltük a csajt szerintem. Eltűnt a képernyőről. Wow. Elvesztettél 17 000 sót, és ez egy otherworldly creature formájában materializálódik? Mire gondol? Ez rohadt menő volt, ez nagyon tetszett, és olyan nagyot vertem bele az izével, az áldott oldalakkal, az olyan, mint az arany oldalak, csak más, egy kicsit. Na nézzük még egyszer. Tökre gyorsan lehet megfutni a boss run, de mindegyik irány ugyanúgy néz ki, ugyanúgy vannak berendezve, hogy jól eltévedj. Na gyerünk! Melyik az idegesítő vajon? Csaj vagy a haverja? Ilyenkor mind a kettő kapja. Eddig jók vagyunk, nagyon is. Az most kapta. Kicsit átsétál, nem baj. Erre még fel vagyunk készülve. Bele ne essek a izébe, mert akkor van baj. Felm őket, előttem van a spellje. Elég szuper minden. Csajnak lőttek, a csajnak vége. Szerintem meg vagyunk. Innen már nagy baj nem lehet. Hát ledarálja. Nyomjunk egy kis ivást. Annyira szépen és egyszerűen sikerült, hogy ez... Wow. Totálisan wow. Dupla boss. És nézd, még itt vannak a szoljaink is benne 17 000-rel. 41 000-nk van, 41 000. Ez szerintem 2 szintet ki fog majd adni. Megcsináltuk ezt a helyet is. A fele gondolta volna, hogy képesek leszünk rá. Én biztos nem hittem volna, hogy ebből a buildből ezt fogjuk kihozni. Ez itt egy shrine vagy egy boss? Crypt of the Dead Gods. És megint itt van a csicska proféta, vagy nem tudom mi ez. Kitart és kitart. De miért? Survivalért vagy Dominionért? Túlélés vagy inkább uralkodás? Elmenekülhetsz és túlélhetsz. Vagy maradhatsz és uralhatod a szigetet. Mind a kettő egyébként lehetetlennek fog bizonyulni majd. Szóval miért küzdesz? A túlélésért vagy az uralkodásért? Egyes a túlélés, kettes az uralkodásért. Miért küzdünk? Én nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen szigeten akarnám leélni az életem, és így uralkodni akarnék. Én inkább elhúznék innen a francba. Ha engem kérdeztek. Jó kérdés, hogy karakterünk vajon mit akarhat. Szerintem a Dominiont választottam legutóbb, amikor ilyen iszonyat
durva arc voltam. Tudjátok, a kemény tank, set és mellé nagy fegyverek, sok erő, sok kitartás, minden. Szerintem akkor voltunk az uralkodásért menők, most meg a kis vipemmel, meg a pisztolyommal inkább a túlélésért küzdök. Ez itt az én doménem. Vajon mire gondol ez alatt? Ez itt a, ez a sziget? Az ő otthona? Aha, azok, akik el akarnak menekülni, azoknak ki kell érdemelniük a menekülést. Ez pedig lehetetlen. Majd rájössz te is. Ami előtted áll, az csak egy báb. A báb pedig az én hangom. Találj meg engem. És onnantól kezdve nem mond semmit többé. A három. A három mi? The three. Case of salt. Wow, mekkora mob! Azt a mindenit! ...1500 szálltos mobokkal fogok küzdeni? Csak kéne egy ilyen hely, ahova lerakhatom a seggem, nem? Például ez? Aha! Itt most claimeljük ezt a helyet. Elnézés közben megnézem már is, hogy mi a helyzet. Hogy hogy állunk a walkthrough-val. Most ugye egy óra van, hogyha tovább mennénk. A Salt Alchemancer-t befejeztem. Itt volt az Architect és az Unskinned nevű bosszok. Ezeket mind a kettőt megöltük, és utána már elméletileg csak előre kell mennem tovább, nem? Crypt of Dead Gods. Itt vagyok, és itt a Steel Palace. Figyelj, lehet, hogy leülünk rá. És megcsináljuk most valamilyen Kraken Dragon és a Forgotten King lennének ezen az egy helyen. Igaz, hogy lehetne egy epizódosítani, tehát hogy külön epizód legyen már ennek a játéknak a befejezése, de akár leülhetünk és befejezhetjük ezt is, mert miért ne? Hát én azt mondom, hogy menjünk tovább akkor. Ti is azt mondjátok, hogyha van lehetőség, akkor fejezzük be ma este még a játékot? Csináljunk offeringet, azt mondja, hogy kell ide egy guide. Szerintem a blacksmith, aki attack bónuszt ad, az majd a következő régióba fog kelleni. Ide most elég ez a rare potency, várjál, shield block, magic resistance. Így van, ez a három, ez elég lesz így. Van egy transmuting optionünk. Van itt olyan lehetőségem, hogy traveleljek. Amúgy meg elmehetnék és felfejleszthetném a fegyvereinket kicsit magasabb szintekre is most már. Nekem annyira megtetszett ez a pisztoly, hogy szerintem ezzel fogom befejezni az egész játékot. Ha level up-olnék, akkor kettőt tudnék nyomni. Level 84-ig fel tudnék menni vele. Maradna 3800-am. Gondolom egy kicsit több kell ahhoz, hogy szintezzük a karakterünket. A Tree of Skill-ben pedig már nem hiszem, hogy nagyon sokat tudnék előre. Vagyis, hogy kiosztogatni. Itt lehetne még dexpont, de hát nekem van jelenleg 45-ös dexem. Majdnem a maximum vagyunk a hardcap-en. Itt van endurancia. Három szintet kellene még lépnem ahhoz, hogy... Várjál, itt van még egy willpower. Hogy a class 5 vipeket, tehát a legmagasabb szintű vipeket is használni tudjam. Az itt volna. Tudod, ha belefér, rövidebb filmet választunk. Jó. Hát figyelj, hogyha ha nem fér bele a film, akkor holnap is lehet, tehát nincs azzal sem gáz, hogyha egy este mondjuk nem. Nehogy Isten, nem filmezünk. Ez hová megy ez a hely? Stone Leader van itt. A Stone Eaterből sem látunk sokat. Hova a fenébe megyek? Szerintem az előző helyen kellett volna maradni. Most lehet, hogy egy shortcutért indulunk meg, nem? Meghúzunk egy kart, és ezzel kinyílik valami itt erre. Nem mondod, a Caverns-be megyek vissza. Minden hely kapcsolódik minden helyjel. Őrületes. És nézd mostantól... Aha. Szerintem fel fogok tudni odaugrani. Hát ha nem verik ki belem a szart is, persze. Reggel 5-ig ráérek? Nice! Amúgy én is. Sőt. Akár reggel 6-ig is. Olyan kis király ez a játék, basszus. Én nem értem, hogy miért nem szeretik még többen. Totál megérdemelni a... Aki szereti a Souls játékokat, ezt a játékot szerintem imádni fogja. Ha túl tudsz azon lendülni, hogy 2D-s, akkor kész, ennyi. Ott lehet felugrani. Aha, egy Stone Cleric. És itt lehet tovább menni. És itt meg felvehetsz egy... Mi az a cross J? Az valamilyen furcsa tárgy lesz, nem? Ez még jön be... Aha, ez jön levelem. Föld alá bevertük azért durviba. Kellene vennem egy... a guide-al most el fogunk teleportálni. Felveszik a maradék muníciót. Bár lehet, hogy ezen a mennyiséggel is be lehet fejezni a játékot.
Reggel 5-kor készülsz majd munkába. Te akkor miért nem alszol most, amúgy? Aha, Crypt of the Dead Gods. Az itt lenne lent, alattunk. Akkor most hol vagyok vajon, hogyha ez ott a Crypt of the Dead Gods? Vagy nem menjek még haza? Inkább azért most mennék el a... Most hol vagyok? Várj. Annyi helyen vagyunk, mert 18 különböző helyre tudtunk elmenni. Aha, megtaláltuk a Crypt of the Dead Gods ott. Akkor menjünk vissza a Vendorhoz, a Red Hall of Cages-be. Nem gondoltam volna egyébként, hogy a Red Hall of Cages lesz majd a központi helyünk a játék során. Tehát, hogy azt pakolom össze olyanra, hogy minden ott lesz, amire szükségem van. Hogyha upgrade-elni szeretném esetleg a pisztolyomat, azt most megtehetném még. És miért ne tenném meg? Persze, Lord's Orders. Menjen. 6-os szint. Azt hiszem, hogy 7-es a legteteje ennek a dolognak. És nézzük meg, hogy lehet-e tovább húzni. King's Orders-el 10 000 szálltal. Lehet. Én kimaxolom ezt a fegyvert, tök mindegy mi van. Nekem nagyon jó szolgálatot tett a pisztoly eddig, megérdemli szerintem, hogy kimaxoljuk. Ahhoz viszont fel kellene vennem... Egy ilyen box of szálltot, ez mennyit ad? 5 000? Aha. És akkor a kisebb attól... Várj, van itt ilyen Crate of Salt is. De azt ne! Felraktam valamit, amit nem akartam volna felrakni. 7500 volt. Akkor hadd szóljon. King's Orders. 71-es attakja lesz a fegyveremnek. Hone. Teljesítményt értünk el a Steamen. Ilyen magasra még nem mentünk az előzőben sem. Mi lenne, hogyha felfejleszném azt az armort, ami rajtunk van, mert nekem az is tökre bejön. Lehetne olyat csinálni tutira. Aha. Lokofer. Van nálam bőséggel. Könnyű ezt mondani? Nem olyan tudsz aludni? Nem vagy jól esetleg? Menjen a level 2, 10 pontot rakok a statokra. Most széttápoljuk magunkat. Itt van az idő, az utolsó bosszok jönnek. Most már szerintem csak 3-4 boss van hátra, úgyhogy mindenképpen... Ez mehet 3. szintre. Mindenképpen a vége felé járunk a dolgoknak. Jó, akkor menjen a Class 4 Light Armor tovább. Lehet, hogy be kell harapnunk majd még valamit. Szépen felfejlesztjük, amit fel kell. Kell még só, szükségem lesz erre. Aha. Nem tudok tovább fejleszteni. Ja. Kell legalább 2500-nyi só. Amit elmentettem így későbbiekre. Lehet, hogy a Case of Salt-ban van. Nézzük meg, hogy az ad-e eleget. 3000-t ad, akkor bőven elég lesz. Köszönöm szépen. Nem vagy álmos? Na, örülök neki, hogy jól vagy. Az a fontos, hogy jól legyél. Jó, level 2, level 3. Lehet, hogy nem ad azért olyan sokat, de én boldog vagyok azzal is, hogy legalább egy picit tudunk már a szintjén húzni. És akkor valószínűleg tartom, hogy egyébként kellene húzni még a izének a szintjén is a... kesztyű szintjén. Az igazság szerint egy ponttal tolja meg, de kit érdekel. Van nálam egy csomó minden. Miért ne használnám ki ezeket a lehetőségeket? Na most használtuk el az összes Lock of Heart. Akkor, hogyha itt vásárolni szeretnék a csávótól, valamelyik adná nekem olyan dolgokat, amire szükségem van, ugye? De kimaxoltam a fegyvert? Igen, megkaptam az achievementet. Ez megvan. Akkor most próbáljuk elkölteni a zsetonunkat. Buy items, megveszük a lehető legtöbb flintlock shotot. 269 darabra van szükségem. 13450-ért. És a maradék pénzből lehet, hogy vennem kellene ilyen Case of Saltot. Aha, veszünk még XP-t, amit később elkölthetnénk. Tökéletes. Nagyon királyba nyomjuk. Nagyon jó. Most megyünk vissza akkor a Crypt of the Dead Gods-ba. És meglátjuk, hogy melyik irányba visszazudunk tovább. Most már erősebb lett a fegyvere mindenképpen. Itt felfelé esik a víz. De király!
Aha, tök metal. Grand Lucky, nem tudom az mire való. Ez itt meg fog verni. Meg akart volna, 201-et sebeztem három lövésből, iszonyatosan gyorsan. Itt is van valami Frozen cucc, ez is ilyen magasabb rendű cuccoknak a fejlesztésére szolgál, meg a Case of Salt is, ami ott volt mellette. Lefelé akar engem vezetni, hogy ugráljak itt szépen le? Érdekes. Egy idő után nem fogod látni, hogy hová mész, vagy hova ugrasz. Itt például már nem látom, hogy meddig lehetne még menni tovább. Vagy szerencse alapon működik, vagy nem tudom. Három jó irányzott lövés intézi el ezt a csicskát is. 1500 XP van egy darabban. Ahhoz képest nagyon meg van tápolva tényleg a fegyver, nem így. Hogy három lövés elegendő. Nincs semmi látszólag. Az bajos. Ha, te vagy az, ugye? Wow. Azt a bűnös mindenit. Ennyi kell még beléd. Na, megvan, megvan, megvan. Sült szalonnát nyom... Még egy Diamond Cluster-t is felvettem egészségedre. Koleszterinre vezet vigyázni. Pöri, meg izé, szalonka, meg ilyenek, így nasi-nasi. Jó kis farmolós helynek tűnik. Lehetne benne, szerintem is lehetne. Szépen ugrunk tovább, shortcut upright. Tehát erre egy shortcutot fog találni, hogyha erre elmegyek. Hát nézzük meg persze, ne legyünk ernyák, ne legyünk hülyék. Itt hagyni is, sőt még itt van is valami loot, látod? Ground sensor. Ezt már régóta kerestem szerintem. Szerintem tudom, hogy hol vagyok. Nem, tévedtem. Ez a shrine mellett van, ugye? Igen, 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 a shrine mellett vagyunk, nagyon jó. Hát tiszta királyság. És akkor itt, hogyha lefele mész, akkor ugyanoda mi... nagyon jó. Gondolom, hogy akkor közel vagyok a bosshoz, hogyha ezt így most megadták nekem, ezt a shortcut lehetőséget. A boss futamok miatt. Egy Warhorn. Ugráljunk szépen lefelé. Oda már nem szabad leugrani, kicsit jobbra kellett volna. Ezt nem, nem pontosan értettem, hogy ott mit kellett volna csinálnom, de majd mindjárt meglátjuk. Nem tudtam a falra feltapasztani a karaktert. Elméletileg annyira van a dolog. Ez fáj. Hogy... tudsz így visszafelé is nyomulni. Így, és akkor látod? Akkor meg... aha. Így. És akkor megint, és lehet nyomni újra. Jó. Ez az, amit nem vettem számításba, hogy kétszer tudom használni a... brand képességét. Ennek hány HP-je van? Na azért mondom. Te azt akarja, hogy ugorjak le. Bal. Jobb. Oké, megvan, megvan, megvan. És akkor itt meg át lehetne ugrani? Aha. De hová vezetne be? Az dupla? Nem, az szimpla. Csak valami a duplának látszik. Mi van ezen a helyen? Lord's Orders 3. Az azt jelenti, hogy kettő fegyvert is ki lehet, vagy hármat még ki lehet maxolni. Oda fel tudnék ugrani? Nem. Szerintem nekem nem ide kell jönnöm, hanem lefele kellett volna ugranom amúgy. Megnézhetjük, hogy mit találunk még itt, a Crystal Sphere. Tehát át tudod alakítani a helyi szektát a sajátodnál. És oda fel lehet mászni. Aha, de nem akarok, jó. Nagyon HC helyeken megyünk már. Kíváncsi leszek a bosszokra, hogy mit tudunk elnök felmutatni, mert ez nagyon... eleve már egy isteni csoda, hogy egyáltalán idáig eljutottunk a játékban. Komolyan mondom. Annyira kis gyengusznak tűnt ez a build, ez annyira lehetetlennek tűnt. Aztán ahhoz képest meg teljesen benne vagyunk a tutiban. Már nem tudom, hogy merre megyek amúgy. Ez egy boss. Elnézést, maga boss. Nem, nem boss. De keményen. Oda boss. A Blessed Page-el 5000 XP-t szedtem ki belőle. Stone Cell Sword-ot is találtam.
Ez azt jelenti, hogy itt balra nem lesz semmi. Itt is van szekta, hogy lehet csatlakozni? Hát ez egy másik féle. Itt nincs benne semmi. Nem mondod. Minek jöttem le? Ez egy csapda? Új, de beugrasz, haver. 5000 XP-t kiszedhetsz magadnak, aztán... semmit nem érsz el vele. Wow. Jó, bocsánat, ez teljesen felesleges volt ide bejönnöm. És akkor most itt nyomsz egy ilyet, és vissza, és akkor felmehetsz egy szinten magasabbra, ahol felfelé zuhan a víz. Amikor erre jöttem, akkor ide be tudtam ugrani, itt találtunk egy olyan zöld szart, és akkor lehet, hogy most a jobb oldalra jobban megérné tovább haladni, amerről visszaértünk végül, mert nem mertem ott tovább menni. Lehet, hogy ez lenne a lényeg, hogy itt szarás. Nem ez volt a lényeg. De most már közeledünk azért ennek a helynek a vége. Jó nagy ez a hely. Jó nagy. Jó szivatós. Gondolom nem a legjobb endinget fogom elérni, hiszen nem célzottan mentünk ilyen különböző mindenféle jó endingekre a játékban. Úgy mentem, hogy figyelj, játszunk vele, miért ne? A Salt and Sacrifice most jelent meg, még idén. Talán fél éve, úgyhogy éppen időszerű volna, hogy azt a játékot is játsszuk. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogyan fejlesztették ezt a játékot tovább adná. Hát úgy kell csinálni, hogy lejjebb, igen. És így, haha! És itt ugrottunk át, amikor végül is meghaltam. Jó. Ja, jó, hogy visszább lövöd hátrébb, és akkor nem tud eltalálni. Tiszta csicska. Így van. 3000 szállt már is ugrik ki belőle, ott van a madárkám. Te hülye! Azt a mekkora mák! Azt a mindenit, mekkora szerencse! Wow, nem tudom, rossz gombot nyomtam. Az R2-t akartam támadásra használni. Nagyon-nagyon rossz gondolat volt az. Wow, hogy lebucskáztam, micsoda szerencse volt. Stamregen. Olyan szépen mennek, olyan lassúak ahhoz képest, hogy 5000 szántot rejtenek magukban. Cryptkeeper's Ashes. Ez ilyen temetőgondozó. És én most hova megyek felfele, ha erre megyek? Equip Lightning Protection. Boss fight következik? Nem találtam meg a... Ott van, nézd, ott van a szentély fölöttünk. Ott, szinte látom. Be kéne oda gyorsan mennem. Valamit kell találni, mert hogyha boss fight előtt állunk, akkor nagyon megütjük a bokánkat. Nagyon sokat kellett idáig jönni, hosszú lenne a boss run visszairányból. Vagy essek le itt a francba? De nem fogok tudni... Hát ez jó, az egyesélyes akkor. Ez ennyi. Na jó, equip lightning protection, azt mondja. Van nekem egy olyanom, hogy mossiring, ami a stamina regeneration rate-et tolja meg. Mi lenne, hogyha megnéznénk a Lightning Defense-om, amúgy 173, tehát van. Holy Damage 50, Lightning Damage 223. Meg lehet próbálni. Annyi, hogy hát... Mindegy, nézzük meg, ne pofázzunk, nyomjuk meg. Quake and Dragon Scores. Az valami olyan, mint a Scourge. Ha sebb, ez is sebb, ez azért. Egész jól átugrottam kétszer most. Wow, rendesen lever. Ezt az én magamra nyomom. Nem tudsz odébb menni? Nem tudsz odébb menni. Nem tudsz inni se, haver? És azokat nem veheted fel? Igyál még egyet? Még egyet igyál? Azt a nem jó jel. Azt a mindenit!
Wow! Hogy lesz ez? Igen, egy ilyet. Próbáljuk meg a végét lenyomni még? Hova nyomja? Oké, ki fogom bírni, ha minden jól megy. Így áll? Safe place, gyerünk! Még tölt a HP, még nagyon jó, nagyon jóban állunk. Azt a bűnös mindenit. Meg tudom csinálni. És megvan! Elsőre öltük meg a level 7-es pisztollyal a gusztustalan nagy sárkányt ide lent. Wow! Ki gondolta volna, hogy ez is sikerülhet? Hol vagyok? A küldetésed közel a végéhez jár. Itt van a Sudden Sanctuary vége. Ez itt a vég. Ideje, hogy megtud a nevem. Régen sok név alatt futottam. Az emberek pedig más neveken is ismertek. Mármint titulusok alatt, és más neveken is ismertek. De a titulusok, a... a hír... mondjad már, hogy mi az, hogyha valaki híres. Na mindegy. Tehát az, hogy ő híres. Ezek a dolgok itt semmit nem jelentenek. Ezen a szigeten Jared a nevem. Milyen dolog az irigység? Mi van? Egy férfi irigy a szomszédjára, akinek gyönyörű a felesége. Egy úr a királyt irigyli, aki a nemeseket irányítja. A király pedig az Istent irigyli, aki előtt minden embernek meg kell hajolnia. Az Isten pedig... valami olyat irigyel, ami nem lehet az övé. Írnév, köszönöm, igen. Olyan sokat akartam az élettől, de ez a beteljesülés, az elkerült engem. És a dolgok, amikért imádkoztam, hát... Elhinnéd, hogy egy Isten tényleg válaszolt az imáimra? Ezek a dolgok, ez az élet, ez a sziget. Ez az én jutalmam. Fantasztikus hatalom. Micsoda? Egy élet, egy egész élet idő servitude, az az, amikor szolgálsz valakit. Egy ilyen purgatórikus létezés ezen az állandó helyen, ami soha nem változik. Ennek a szigetnek az istene az az isten, amelyik válaszolt az imáimra. Az ő léte... Micsoda? Az a nem tudom, kioltatatlan vágy, valamire, amit egy Isten nem kaphat meg, hogy fényből szülessen. Vadászott a kapzsikra, gyűjtötte a királyságok adósságait. Valami hülye reményben, hogy megtalálja azt is, amit neki soha nem fog kijutni. És így születtünk mi sóból. Megkötve a szentély által? Valami ilyesmi. Mi örökké holtak vagyunk. Ez az Isten, ez a démon. Azt akarom, hogy névtelen maradjon. A félelem. Az infemi az micsoda amúgy? Az infemi. Tehát a félelem hajtja az ő vágyát, a szomját a hatalomra. Az emberek a tengeren a Krakentől félnek. De nem adnak ennek a gonosz istennek nevet. Menj csak tovább, mondja. Előtte még szintet lépnék, ne haragudjál már. Mi ez az infemi? Hát most jó messze leszünk a... bestelenség. Nekem eljött az alvóidő, benesan, de sajnálom, pont a főbossz előtt mész. Jó éjszakát neked, jó pihenést kívánok. Golden Stone Ring, ez nagyon jól jött, ez a Lightning Defense. És akkor most majd mire kell vigyázni, vajon a Dancing Ring kellene? Attack Power, feltápolás. Mit vettem le magamról? Azt mondja, hogy... Stamina Fatigue.
Holy damage, slash attack, attack power, increase magic, salt, HP regen, fire damage, defense, arcane damage, elleni ellenállás. A wounding effect megvan, a rolling speed megvan, a dex megvan. Hát akkor gondolom, hogy csak attack power, vagy valami ilyesmit kell még megtápolnom magamon. A hírnév hírhet megfelelője? Aha, értem. Hát gondolom ez a famous, meg az infamous, ugye a... azok a melléknevek. Az a híres és a hírhet. És akkor a híresség, meg a hírhetség. Az a... fame és az infamy. Értem. Jó, összeraktam a szavakat magamba. Nyelvész professzor vagyok én egyébként, ezt már régóta mondogatom nektek. Csak néha nem jönnek a szavak a nyelvemre. Na, akkor menjünk rá, nézzük meg a játék főbosszát, hogyha ténylegesen itt van. Csak először még menjünk el vissza egy calling horn-nal. A Red Hall of Cages-ben. Várj, itt nem voltam, hogy egy másik boss is. De itt van még a Forgotten King is. Az hogy éred el? From the sanctuary, go left and drop down until you find this group. Crypt of Dead Gods. Micsoda? De van itt még egy boss valahol. A Forgotten King. Az hol lehet? Menjünk a level up-ra, 2-t nyomjunk azért bele. És nézzük meg, hogy hogy állunk most. Még a végén tényleg kihúzunk valami nagyobb skillt is, még 2 szint kellene hozzá. Level 86-on már azért elég nagy magasságban járunk. Class 5 Light Armor. Aha. Itt van még egy kis dex. Hát tudod, lehetne még ilyen willpower, meg ilyen stamina, meg egyéb őrületek. Nekem ez az 5-ös stamina tetszene a legjobban. Itt, hogyha 2-t visszavennék valamiből, amire esetleg nincsen szükségem, akkor ott rá lehetne arra menni. De nem hiszem, hogy van olyan pont, amit feleslegesen osztottam ki. Mondjuk ez... ez miért van itt ez a dex? Ez mondjuk lehet, hogy felesleges. Mert ugye látható, hogy erről jöttünk, és ugyanúgy felvett, ezt lehet többet is. Ne csináld! Most nézem. A dex pontokra lehet többet pakolni. Meg ezek ilyen 3 pontos talentek. Na menjél már! WTF! Hát én ezt nem tudtam. Szevasz, Crofty, hogy vagy, mi a helyzet? Én ezt nem tudtam, hogy tovább is nyomhatnám a dexet, meg ezeket a baromságokat. Ezek itt van egy darab dex, és ebben még 2 pontot beraknák, akkor 3 pontot nyomna tovább. Esküvőt nem tudtam ezt. Mert akkor most, hogyha levenném ezt az egy deck... Na, nem, mert az kellene. Mindegy, az kellni fog. Ide is elmentünk azért, hogy legyen egy additional healing potting. Itt ez teljesen feleslegesen lett kihúzva szerintem. Hát erre nem mentünk el tovább. Lehetne persze a class 2 card, de ez feleslegesen van itt. Semmire nem használtam. Várj, ez alapból itt van? Nem, ezt ki lehet venni. Itt szépen így mentünk keresztül, ugye? Igen. De ez is egy olyan pont, ami lehet, hogy feleslegesen van itt, mert... innen indulván... class 3 vipet... ezt az enduranciát, hogyha kiveszed... akkor még a bal oldalról kapcsolódik minden mindennel, ugye? Igen, nézd meg. Tehát, hogy ez így, innen jöttünk kifele, mentünk át balra... és most a másik oldalra ugyanúgy kapcsolódunk a Class 3 VIP-hez. Most van 5 darab pontom, és ezt az 5 darab pontot berakom a willpower-be, így. Class 5 Hunter lettem. Wow! És hogyha most azt mondanám, hogy nézzük már meg azt a Transmutation-t, mert hogy lehet, hogy azt a Class 5 Sword VIP-et tudnám most használni. Menjünk el egy olyan helyre, ahol van Transmutation. Előbb álljunk meg, kell 100 ammó. Bell of Return, az micsoda lehet vajon? 100 ammót veszünk 5000-ért, és lehet, hogy veszek 2-t is a Case of Saltból. Csak azért, hogy legyen nálam elég só mennyiség. Travel. Hol volt a alkimistánk?
Szerintem raktam a Salt Alchemancerybe, nem? Lehet, hogy Crypt of the Dead Gods-ba is raktam, nézzük már meg. Kíváncsi vagyok, hogy a sima izéből tudnék-e olyat. Bár nem te vagy az, ugye? Bocsi. Nem ez az, elnézést. Ez az. Tudnék-e használni Class 5-os izét? Shimmering Pearl-en még nincs. Unskinned Liver. Ez mi ez a Scorpion Tail? Ez eddig is itt volt? Wisdom Scaling-es? Szerintem igen. Diamond Cluster. Ezt már használom, nem? Nem, ezt nem használjuk még. Ez STR Scaling-es 52 damage. 30,000 show kell hozzá. Searing Menekül. Ez a Fire Damage-es. Ez a Wraith Claw. Ez szintén Dex és... ez valami kulla. Nem. Phoenix Tail. Nézd és ott van. A Class 5 VIP az a Sword VIP. És hogyha lenne egy Class 1 Magic-em, hogyha lenne egy Shimmering Pearl-öm, akkor szerintem New Game Plus-ban, szerintem a Shimmering Pearl az izé lesz akkor ezek szerint. A fő boss adja majd a végén. Akkor utána használhatnál level 5-ös, ilyen tűz damage-es, mindenben C-ben scale-elő vadállat királyságot. Beszarsz. Na jó, hát ez sajnálom, hogy csak egy New Game Plus-os fegyver. Most, hogyha viszont itt vagyok, a... azon a helyen, ahol nekem csak balra kellene végig drop-downolnom, hát akkor nézzük meg, hogy hova kellene mennem. Állítólag van itt még egy boss. Majdnem butaságot csináltam, bocsánat. Azt mondja, hogy végig balra. De nem voltunk végig balra még? Végig droppolj balra és megleled a bosszot. De nagy hülyeséget csináltam. Igen, Survival és Dominion, bocsánat. Azt mondja, hogy utána megyünk a Final Areába, a Steel Palace-be. Itt még kell egy kicsit szórakozni, és utána megyünk le a bosshoz, a Nameless Godhoz, az Isten, akinek nincs neve. Az lenne a kérdés, hogy hol találod meg a Forgotten King-et. Ja, hogy várjál? Kövesd a hátsó ajtó candle-jeit. Mi? Várjál, ez el van dugva, nem? Forgotten King, Judge and Knight. Akikkel én küzdök. Vagyis akik az én creedem. Azok állnak itt elméletileg előttünk. Opcionális bosszok. Várjál, igen, jó. Menj lefele, aztán a jobbra, amíg látsz egy kis ledget. Három csárdlak itt el, igen. Honnan át kell ugranod balra. Vegyél fel néhány itemet. Fent lesz valamilyen törhető ledge egy szobában. Ezt nem tudom micsoda. Ami egy shortcuthoz vezet vissza a Sanctuary-be. Szerintem itt van az exit-től. Menj lefelé, igen. Amíg meg nem találod azt a Frozen Lucky, tehát az megvan. A következő ugráshoz dart jumpolni kell, hogy elérd a következőt. Nézd a bal oldalt, hogy meglásd az exit-et. Ugrálj lefelé a szobába. És aztán menj fel a lépcsőkön, a tetejéről. El kell kezdened lefele menni. A gap-be. Ledge-ről ledge-re ugrálva. Nagyon sok fall damage-et fogsz ott begyűjteni. Követned kell ezt a... rendet? Aha, tehát hogy meg kell ölelni a falat. Ez a hugging the wall, tudod? Teljesen bal, teljesen jobb, kicsit bal, teljesen bal, teljesen jobb, teljesen bal, aha, teljesen jobb, teljesen bal, kicsit jobb. Mi? A másik biztonságos módja, hogy itt lejuthass, az, hogy kövesd a candle-öket a hátsó falon. Ez fog elvinni téged az opcionális bosshoz. Mi van? Tehát, hogy ezt a rendet kell, vagy sorrendet kell követned. Hogy hogyan eshetsz le, mert nem fogod látni, hogy hová zuhansz. Ez azért elég HC. Milyen játéknak számít ez amúgy? Felépítés egy kicsit Souls-like-nak? Ez az. Ez a kérdés Souls-like, a Salt and Sanctuary. Nagyon-nagyon jó meglátás, igen, igen, igen. Ha van kérdés Souls-like, akkor ez a játék az. Nagyon jó a harcrendszere, tök jól van kitalálva, tök jók a megvalósítások benne. Nagyon jól néznek ki benne szerintem a mobok. Tökre jól ki vannak találva. A bosszok is tökre ötletesek, meg jó movesettel rendelkeznek. Azt mondjuk nem tudom megmondani, hogy... ott kéne a bal oldalon kiugranom, vagy mi? Ó!
Aha, lehet, hogy most találtam meg. Igen, kövessük felfelé a lépcsőt. És akkor most kell odafigyelni, hogy hol fogunk lezuhanni. Akar valaki segíteni? Mert kövessük a... Ott van Kendall, nézd. Aha. Igen, igen, ez lesz az. Hű, haver. Ez nagyon HC. Kövessük a Kendall-öket. De itt van a Kendall, tehát itt a bal oldalon van, itt meg jobbra nincs. Tök szimpatik, ez egy nagyon jó játék. Nagyon-nagyon-nagyon jó játék. Na jó, ki akar segíteni, srácok? Van valaki, aki esetleg úgy érzi, hogy a Kendall-öket kövessük, és... Aha, itt lesz a sok fal, de nincs. Várja. És akkor ott látod, ott mutatják a másik oldalon, most lesz a jobb oldal, ugye? Igen, és jó sokat fogunk szenvedni, mire leérkezünk. De nem kell, hát itt a falon keresztül is lehet. Megvan a Shimmering Pearl! Mi? Akkor lehetne Class 5 VIP-em? A főbosszra rámehetnék a Class 5 VIP-el, leértünk az aljára. És akkor most jönnek a boss, most jön a boss, itt van a Kendall, igen. Stone Luck Killing Me. Menjen. The Forgotten King, és ott van a, ott vannak a többiek is. Ők azok, akiknek, akiket mi istenként tisztelünk. Ezekkel soha nem találkoztam régen. Wow. Eddig nagyon jó a pisztoly build, nagyon-nagyon nagyot megy. Csak vigyázzunk. Nehogy idő előtt túl sok HP-t veszíts, azt a rohadt mindenit. Egyet legalább el kéne intéznem, mielőtt baj lesz. Pedig jó. Az a baj, hogy egymás mellett írtam őket. Erre szükségem lesz. Ez jó volt. Oké, mehet befejezni. Jézusom. 2, 3, 4. Ú, de nagyot kaptál, haver. Wow, ha elfekszel, akkor biztonságban vagy, mehet. Spell a leggusztustalanabb. Na most ne halljunk meg. Bement a shield, bement a poti. Tök jó, hogy eltalált. És nézzük, egy megvan. Úristen, de kemény. Megvan a 2. Hallod? Vagy szivatsz? Azt a mindenit! Wow! Ott a vége! Azt a mindenit, ott micsoda szerencse volt a végén! Hú, a nem jóját! Megcsináltuk az opcionális bosst is! Hát ez nagyon tetszett, ez ultra menő volt. Nem gondoltam volna, hogy az ott sikerülhet. Nem gondoltam volna. Nagyon-nagyon-nagyon komoly volt. És találtunk még egy Shimmering Pearl-t, úgyhogy akár kihúzhatnék egy durvább puskát, vagy pisztolyt is, hogyha olyanom lenne. Na de, a nálunk lévő... Ó, nézd, itt van egy titkos fal. Aha, és ez vezet vissza ide. Most kell megnézni akkor, hogy 100 000 szólt összetudnék-e szedni valahogy valamiből. Mert hogyha összetudnék szedni annyit, akkor tényleg megcsinálhatnánk a legbrutálisabb fegyvert állítólag a játékban. Mármint nem, nyilván nem az. Egy kard vipróra beszélünk, tudod, tehát még mindig ostor, és még mindig gondolom gyengének számít az ostor mi volt a miatt. De megnézhetnénk, hogy milyen, mert hát abszolút nem használjuk mi az ostorunkat. Tehát végig most már pisztollyal játszottunk az egész játék alatt. Nézzük már meg, hogy milyen ez. Ahhoz viszont el kellene mennünk vissza, akkor gondolom ide a Crypt of the Dead Gods-hoz, és rá kéne nézni, hogy mennyi sót tudok magamra pakolgatni esetleg. Van nálunk félretéve, de szerintem 100 000 nem lesz. Szerintem ez szinte lehetetlen. Van valamennyi, de ennyi nincs. Nézzük meg. Na, ez kevés. És akkor ettől már csak kisebbek vannak, ugye?
Ez micsoda? Ez Crate of Salt. Ez mennyi? 7500. 50 000-nél járunk jelenleg Sack of Salt, ezek is nagyon kevesek lesznek. Sokat kéne itt akkor farmolni. De miért ne tenném meg? Ja, mondjuk azért, mert ti még filmezni akartok ma este. Várja. Mennyi van nálam? Mennyi? Most már 59 000, 40 000-et kell neki pakolni valahonnan? Hát igen, úgy tűnik, hogy annyit kb. Ez már nem lesz meg így. Vagy költhetnék pénzt. Aha. Vásárolhatnék pénzből is esetleg még egy keveset. 61 000 van. Menjünk át a guide-dal valahová. Bocs, hogy ilyen sokáig tart, ne arra ugyatok, hogy így elhúzódik, de már a főbosszon lehetnénk, én meg úgy döntöttem, hogy elmegyünk, még elverjük a izét, az opcionális bosszokat, az isteneket, akiket eddig tiszteltünk. Van kedvem, hogy a viharban lenne kedvem? Hát most vagyunk itt a játék végénél, az utolsó dolgokat tudjuk megnézni benne, amiket még érdemes megnézni. Várjál, kell a transmutation, nem? Nem, miért jöttem ide? Azért, hogy vásároljak még sót. De lehet, hogy nem is kell sót vennem már, amúgy. Case of salt. Lehet, hogy nem is kell ilyet vennem. Amúgy még nem is lesz feltápolva, tehát a... Lehet, hogy level 1-es csicska fegyver lesz csak belőle. Calling Horn-t már nem veszek. Most menjünk akkor el a... Oda a Crypt of the Dead Gods-hoz. Hát nem tudom, figyelj, nézzük meg. Ide berakok még egyet, akkor oda a izéből, abból. Case of Salt-ból. Ez 3000-et ad, már 65 000-ünk van. Hát de ez mire lesz elég? Mit akar az alkimista? Transmutálni szeretném a Scorpion télemet. Diamond Cluster, ott van, 100 000 kell hozzá. 100 000. Ja, pontnál még lehet, hogy ez a Sacrificial Guard-ot is jobban megéri. De nézd, itt áll, Wisdom Scaling áll. Eddig is ez volt? Nem, ez nem ez volt. Ez volt, aha. 100 000. Kraken Worms Horn kell hozzá. 100 000-be kerül. 65 000-em, 35 000-et hol lehet gyorsan kiszedni? Úgyhogy nem veszíted el, tehát semmiképpen nem vagy majom. Itt van egy, kettő, háromszor meglövöd, és az 1500-at ad. És van még egy, hogyha tovább ugrasz. Nézzünk már körül. Á, nem. Ez nem jó hely. Akkor ehhez az egy darab mobhoz kell itt kiszaladgálnom körülbelül 20-szor, és akkor meg lesz. Hát akkor még 19. Amúgy nem tűnik neccesnek. Ez volt az egy. És biztonságos is relatíve. Egy, kettő, három. Felveszed a zsetont, futsz vissza. Oké, 18. Olyan ez, mint egy edzés, nem? És így vissza lehet számolni. Egy, kettő, három. Csak el ne találjon, mert ha leesik, akkor végem van. 17. Bocsi, hogy ezzel, tehát ezen keresztül kell, hogy menjetek. 100 000-ből egy csomó tök jó dolgot tudnék csinálni a játékban amúgy. Gravewalkers, Ashes, Frozen Reliquary. 16. Bocs, tényleg. 70 900-nál járunk. Ez egy olyan mob egyébként, ami jól adja az XP-t. Jó, hogy vannak ilyen gyorsításaink. És akkor utána meg lesz a cucc, és tudod, mi lesz a vicces? Hogy level 2-n ott fog állni, szart sem fog érni, mert level 7-en lenne értelmes. De nem baj, nem baj. Megpróbáljuk. Amúgy is a puska az, ami számít. 73 900. De jó lenne, hogyha 2 lenne belőle, nem? 2, 3. Vajon csak a csicskák csinálják ezt, hogy mindenki, aki idáig eljut, és a Shimmering Pearl az ott van előtte, mint lehetőség? Showgore, azt mondja. Hát ez ilyen speedrun farming.
csak hogy megnézzük már, hát érted, a legdurvábban kifejlesztett fegyver. Az előző végigjátszásban nem szedtünk össze ilyet, és ezért is izgalmas lenne, hogy legalább lássuk, hogy miben különbözik egy kard, kard ostor és egy sima ostor. Már közel járunk. Kettő. Még jó, hogy túléltem, nem? Aha, mondjuk azért még benne van az elrontási lehetőség. És mi lenne, hogyha végig mennék itt lent akkor, ha már így alakul? Mi az a zöld szar? Egy, kettő, három. Van itt lent is. És akkor utána calling hornnal majd visszamegyek, jó? Itt van valami hely, igen. Oda balra már elugráltam. Itt is van még egy. Egy, kettő, három. Még lehet, hogy ez gyorsabb, hogy lejöttem. Itt is volt lent valami, nem? Aha, itt van a benga. Ez 5000-et ad amúgy. Meg egy kicsit izgalmasabb is talán, hogyha így haladunk. Pedig nagyon jó. Ott az 5000-es belőle kiesett, nagyon jó. Nézzük tovább, van-e itt még valami. Bár itt már úgy látom, hogy felfelé esik a víz, úgyhogy talán annyira nem akarok arra felé menni. Lehet inkább visszahúzunk a teleportációs képességenken. 86000, még 14000, meg amennyit össze kéne még szedni hozzá, mit tudom én, megvalósítható. Látod, itt 10-ről egyből 7-re mentünk le. És itt van még lent valami? Vagy itt ez már abszolút a map alja? 86000, soha nem volt nálunk ilyen sok só. Ezzel amúgy még léphetnék legalább 3-4 szintet, és akkor meg felmehetnénk level 90-re, hogyha esetleg valaki még gusztustalanabb dolgokban gondolkodik. Az sem kizárt dolog. Egy, kettő, három. Szóval 3000 zseton mellette, abból meg izét kellene vásárolni, tudod, ilyen fejlesztési hozzávalókat. De ott fogok állni, hogy nem semmi, tudod mit? Meg lesz. Meg lesz. Azért lesz meg, mert ott van a pénz, ott fog állni a pénz mellette, és abból tudok venni még 3000 sót. A 3000 sóból meg megpróbáljuk valahogy. Valamelyik vendornál lehetett venni amúgy, nem tudom melyiknél pontosan, de volt lehetőség arra, hogy vásároljunk. 90900-nál járunk már is, srácok. Nagyon kíváncsi vagyok. Ebben most csak show volt, nem is volt benne zseton. Következő után lemész, megcsinálod mind, akkor kész. De jó lesz, megoldom. Ne aggódj. Nem merek lemenni. Szar volt ott leesni, egy kicsit megijedtem. Most veszitek el annyit, amelyik még soha nem. Már így is ma elvesztettem 40000-et a játékban. Az is nagyon rossz volt. Ezer 95.445. 100000-es fegyver. Soha senki nem látott ilyet az egész gameben. Senki nem vette fel soha. Ez egyfajta világrekord, amit most megdöntésre gondoltam. Tehát, hogy megcsinálom. És tudjátok, a legkirályabb benne, hogy majdnem leestem. De meg is fogom csinálni. Itt már elvehetetlen a dolog. 98000, még mindig kettő van. Hát én mondom, még 55 hiányzik. Na jó, ez most 10 perc alatt meglett a 30000. Ha valaki fél órát rászán, akkor visszaszerezhető ez a 30000, tudod? Tehát össze tudod te magadnak szedni. És... várjál, akkor most menjünk tovább. Először is a transmutation megcsináljuk. A VIP-et, a 4-es VIP-et fogom átalakítani. Nincs class van magicem.
Gondoljuk ezt át? Class 1 Magic. Class 1 Magic. Az mi? Free of Skill-ben 8 pontot tudok visszaosztani. Hol van a Class 1 Magic? Class 1 Magic User. Ez itt van. 1, 2, 3, 4, 5. Akkor leveszem a Class 4, vagy Class 5 Armort, Light Armort, mert erre nincsen szükségem. Így. És kihúzzuk a Class 1 Magic-et, jó? Ez érdekes, ilyet sem láthattunk még eddig. Mi ez az Enhanced Magic? Igen, beletolom. És ott van. És nézzük. Készen állok. Igen, ez a 4-es VIP, a 0-as VIP-ből a világ legdurvább fegyvere fog elkészülni már is, a Sword VIP. Megvan a Magic, megvan a Sword VIP hozzá, Shimmering Pearl, Krakenworm, Horn és 100 000 só. Egy szart nem ér, de az enyém. Phoenix Tail. Na most nézzük meg, hogy mi a fene van nálam. Nézd, ez egy kard, ugye? És hogy támad? Hallod? Az... a föld megremeg. Hallod? Még a képernyő is beremeg tőle. És a heavy atakja... az meg egy VIP. És nézd azt az atak... wow, milyen kombója van. Ez hülye. Nagyon igényes movesetet kapott. És utána ugrik, alulról ver. Felugrik és lefelé csap. Hogyha kombózod a quick és a heavy atakot. Óvatosan Újbudán dőlnek a házak. Rajta vagyok, beszarsz. De hallod, hogy megremeg a föld? Hát megőrülsz. Ilyen fegyvert még soha nem láttunk ebben a gameben. Az 100%. Na most nézzünk el akkor gyors. Mindjárt a játék főbosszához, hogyha megtaláljuk. Ezt most már nem hagyjuk így. Shoppolni nem akarok. Travelölni szeretnék esetleg a... Red Hall of Cages-ben megnézzük, hogy van-e esetleg fejlesztési alapanyagom hozzá, most 3-as szinten áll. A végén még megérte? Szerintem megérte. Hát ez még az is lehet, hogy lekörözi a pisztolyunkat. Nézzük, hogy mi kellene az upgrade-hez. Ez a vadállat fegyver. Megvan hozzá minden, kivéve a sót. Itt elméletileg tudok venni sót, ugye? Várjál, most heavy lett a rollom? Álljunk meg. Haver. Haver. Ez heavy roll. A javából. 48,2 a súlyom. A Phoenix Tailnek mi a súlya? Hát eddig light cuciban nyomtam, most ez egy kicsit így nehézkes. Durva, ha jobb, mint a pisztoly. Jobbnak kell lennie, mint a pisztoly. Mindegy, vásároljunk először. Először próbáljuk meg felfejleszteni. Buy items, nézzük meg a Case of Saltot. Meg szerintem a Sack of Saltot is. És ezeket használjuk el, hogy tudjunk egy kicsit húzni rajta még. De ez nem tetszik ez, hogy a rollom az ilyen magasságba ment el. Ilyen lassúvá vált. Azzal még lesznek bajok. Ott ki kell találnom valamit. Ultra menő a fegyver, ez nem vitás. De baj lesz, hogyha használom. Mert nem tudok dodge-olni. Na ott megy már is az első fejlesztés. Most akkor 37 az alaptámadása és 37 a... lehet még húzni rajta? Lehet. 2500-ért. Nem, és 17 a fire. Aha. Most 5-ös szintre megy át. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy működik. És még tovább tudnám húzni, 6-os szintre is kiúszhatnánk, hogyha lenne 5000 szálltam. Hát lehetne éppen 5000 szálltam. Éppen lehetne. Csak el kell még menni arra a furcsa lényre egy párszor. Dodge miatt nem fogod szeretni. Aha. Igen, pontosan én is ezt érzem. Lehet, hogy tényleg next, tehát hogy a következő végigjátszásra lenne jó. 5000 lenne nálam a showból, meg gondolom még 10 vagy nem tudom valamennyi, akkor lehetne szintezni. Nézd, hogy megégett, láttad? Jó, és azt a VIP-fel, a VIP szétveri a végén. Tetszik, hogy lehet használni. Gyors,
kombózva, nézd meg! Felugrik és a levegőben ve... Á, ez túl jó. Túl jó movesettel rendelkezik. Na mindegy, figyelj! Még egy szintet húzunk rajta, hogy hatos szinten megálljon. Nézd meg azt, hogy ég a fegyver. Mert ég a mob a fegyver által. Meghaltam, de nem baj. Nagyon veri. Nyilván a pisztolynak nem lehet így a range miatt vetélytársa most még ezen a szinten, de hogyha valaki kitanulja és jól dodzsol és megtanul a mobok ellen felállni, amit mi most egyáltalán nem tanultunk meg, mert ezt csináltam végig, hogy gyerett egy csicska, és így lelőttem a szarba, tudod? Most még életben van? Az baj. Akkor hogy megyek oda most fel? Ha! Akkor most már nem kell oda többet felmennem? Már itt van egy társa, egy haver. Azt viszont el kell intéznem. Leesnünk a tutiba, 1 óra 56 perc van, köszönöm, hogy... Vagy meg Mókibot, mindjárt ott leszek, semmi baj, most ezen nem kell kiakadni. Mindjárt ott vagyok, Mókibot, jó? Figyeld? Ez hülye. Ez most miért ilyen? Ez most miért csinálja meg ugyanazt másodszorra is? Még élek? Ott most tudok elnesebezni valamit? Az a lényeg, hogy az ember soha ne kapkodja el, amikor már ennyire közel van a győzelemhez. Soha ne kapkodd el. Mókibot nem bírja, ő kicsit igen kisebb türelem kapacitással, meg ilyesmivel rendelkezik. Ez mindig is így volt sajnos. Azt hagyd abba, te hülye! Miért vagy most ilyen erős? Nem lehet, azért, mert nála voltak a sóim? Szerintem könnyen lehet, hogy a só mennyiség tápolta így fel. Igen, travel. At Wall of Cages. Megy az utolsó szint. 851, majd veszünk izét is, ammót is. Upgrade. Ide, nagyon jó. 6-os szint, 41-es támadás. Lehet, hogy a fire damage az lejjebb megy róla, hogy húzod a szinteket fölfelé? Nem, felfele megy az. És 10.000-ből kihúzhatnám a legmagasabb szintjére. Ez most nem fog megtörténni, csak hogyha nagyon úgy állunk már a játékban, hogy a következő áreák során, mármint az utolsó áreában, tudod, ahol megtaláljuk a játék főbosszát. Azt még megvettem. Jó, done. Itt az idő, menjünk, húzunk. Travel. Menjünk a végére ennek az egésznek. Szerintem a Crypt of the Dead Gods-ból kellett elindulnunk, ugye? És valamerre ott a jobb szél felé volt. Egy kicsit kellemetlen ez a dodge, de megtanulunk élni vele, hogy megáll. Heavy roll, öcsém. Heavy roll-ba mentünk át. Nem... Tudod, hogy miért? Az történt, hogy levettem a Class 1-es Magic miatt, levettem a izét. Várjál, balra kellett már mennem? Mit tudom én, merre kell mennem. Levettem a... Enduranciánkat. És az adta szerintem hozzá. Jó fele megyek? Remélem, igen. Három ütésből, négyből, jó. És még két gyors quicketekkel megoldottuk. Jól felmegyek? Akkor hát nem fogsz tudni ugrani, haver. Ez lehetetlen, megcsinálja? Úristen. Nem, de itt van valami alatta. Mi ez? Ó, itt van! Na hát, egy szentély, csak úgyból, 5002, és akkor itt mit akartak volna elérni, hogy... Már ott belül kell menni? Nem,
Nem, ez zárt tér. Itt így fölfele ezt akarták. És akkor menjél itt végig. Na ezt nem találtuk meg amúgy a bossnál. És hogyha itt felfele ugrasz, ez egy mimik? Nem. Lord's Orders. Ezzel lehet az alapfegyvereket a maximális szintre húzni. A King's Orders az utolsó. Akkor ezek szerint ezt tényleg megérte itt még megnézni. Akkor balra lent kell, hogy legyen szerintem. Nem merek lemenni, hallod. Itt van valami lehetőséget tovább menni? Aha, itt a csicska gyerek. Nagyon erőset ver. Azt a mindenit, miért kapod? Nézd és beégeted. Wow, nagyon menő. Oké, van 10 000-em, tehát most tudnánk felhúzni karakterünket a végső. Karakterünk fegyverét a 7. szintre. Itt volt akkor tehát a boss fight, és innen kell tovább menni a következő végső área felé. Menj, érd az utolsó áreáját a játéknak, Steel Palace. Igen, ez a feladatunk. Itt is vagyunk, már is pontosan most érkeztünk el ide, látod? Csöndes? Palota? Hát cifra palota, ez nem gondoltam volna, hogy befejezzük ma a játékot. Istenemre mondom, nem gondoltam volna. Nem biztos, hogy befejezzük persze. Lehet, hogy megszívjuk. Ez fejjel lefelé van ez a hely? Igen. Az mi? Egy láda? King's Orders! Aha, ez az, ami az utolsó ilyen a 7. szintre való felfejlesztéséhez kell a fegyvereknek. És akkor itt csak végigugrálsz lefelé, és egyből a boss fájtsá. Fejjel lefelé van minden. Chest of Salt. Komolyan mondom, vissza kéne menni, egy szintet rányomni. Vagy lőjük citává a fő boss-t a játékban. Vajon van erre esély? Hát leestem, Monika. Várjál. Aha, itt le lehet esni nyugodtan. Következik, aminek el kellett jönnie már régóta. Hát lássuk. Emlékszem, hogy erre volt valahol. Várjál, lehet, hogy kapok egy szentélyt. Na, a szentélyre viszont nem emlékszem, hogy itt lett volna. Ez mi? Good luck, be God. 4 isten. Aha, ott már nem tudtam volna felugrani. Leugrasz, és itt vagy, megérkezel a Némnazgáthoz, a névtelen istenhez, a játék főbosszához. Menjen. Nézzük. Kemény az a spell, amit ott kitol magában. Nagyon-nagyon sokat szívtam én a előzőleg. Amikor az első végjátszásunk, az nagyon nehéz volt. De most nagyon megy. Most nagyon iszonytatóan nagyokat vágok bele. Mi ez a damage, te hülye? Mi ez a damage? Nem normálisban van a damage. Mi volt ez? Nem normálisban van a damage. Hát de mi ez te? Wow! Elsőre levágtuk, mint a büdös szart. Vanquished. Gyerekek megőrülnek. Olyan szinten durva a range build a játékban. Én emlékszem rá, hogy régen nagyon-nagyon sokat szívtunk ám. Nagyon sokat szívtunk azért, hogy ez meglehessen. Bánod, hogy itt a vége? Menj becsülettel. Minden rendben van most már. Praise the salt. Mindannyian itt vagyunk. Nagyszerű vagy. Ezeket játékosok hagyják ezeket az üzeneteket egymásnak. És most le fogok esni egy kútba. És mi történik, hogyha leugrok? Ja, egyet nem vertem rá az ostorkarddal. Amon, itt vagy velünk, szia, jó estét kívánok! Képzeld el, hogy megint befejeztem a Salt and Sanctuary-t. Nem gondoltam volna, hogy ma meg lesz. Végre kipróbáljuk majd a Salt and Sacrifice-t. Elszarsz egyszerűen, nem hiszem el.
Azt hittem, hogy ma Tiny Tinával fogunk végezni. Csatornán 240. végigjátszása a Salt and Sanctuary Replay, amikor egy Bloodborne-os buildet választottam magamnak. Showból született, elnyelte a tenger, egy jeges kriptából. Vigyél el engem? És akkor itt a végén mindig más verset kapsz különböző endingek során. Én nem gondoltam volna ezt. Find Salvation. Nem ilyen endinget értünk el legutóbb? Akkor most ez egy szép teljesítmény volt. A Ska Studiosnak szerintem ez egy olyan játék, ami pontosan olyan lett, ami ennek egy 2D-s Souls játéknak lennie kell. A platformer elemek azért néha egy kicsit sok volt, szerintem ezek a felvillanó, eltűnő ritmusjáték elemek egy kicsit már tényleg sok volt, de annyira jól ki volt találva az egész Metroidvania térkép, hogyha nem guide szerint játszottam volna, mármint úgy mondom, hogy ha nem néztem volna meg, hogy melyik terület után mi a következő, akkor olyan sokat bolyongtam volna ezen a rohadt nagy szigeten, hogy megőszültünk volna, komolyan mondom. Tehát ez egy tipikusan olyan játék, ahol nincs feltétlen térképed, neked kell vagy rajzolnod egyet magadnak, vagy pedig hát online nézni egyet, és azt szerint haladni előre. Nagyon király volt szerintem benne, kicsit lejjebb veszek a hangerőből, hogy a különböző márkok, vagy pontosabban brandek alapján kellett tovább menni. Volt az a fejjel lefelé fordítós, volt az, amelyik a láthatatlan platformokat jelentette meg, volt olyan, amelyik a levegőben dashelést adta meg, és olyan is volt, amelyik a vörös kapukat tette átjárhatóvá a torccsal, hogyha van a kezedben. Szóval ezek mindig többet adtak hozzá a játékhoz. Mindig többet adtak hozzá, több terület vált elérhetővé, több tápoló item volt elérhető ezek által. Hát komolyan mondom, hogy nem gondoltam volna, hogy csinálok a Flintlockra egy Transmutation-t 45-ös Dex rating mellé, és akkor onnantól kezdve a miénk a világ. A fő boss a játékban elsőre lement. Amikor a kétkezes, heavy armoros, great shield-es, dupla izé, vagy mondjad már, tehát hogy egy ilyen eleve akkora pallos volt nálunk, hogy mások azt két kézzel forgatják, de olyan erős volt a karakter, hogy még egy great shield is befért a kezébe, meg a heavy armor, meg minden. Na úgy mentünk rá az enemire, és nem tudtuk megölni. Nem ment. És aztán emlékszem, hogy amikor beraktam a kezembe valamilyen csicska kalapácsot a végén, hogy másféle sebzés típusom legyen, na akkor megtörtént a csoda, és akkor vertük el a játék főbosszát az előző végigjátszásban. Most ettől sokkal erősebbek voltunk. Összesen lehetett hasonlítani. Szerintem a lövedékeknek a damage típusa az ugyanazzal egyezik meg. Lehet, hogy strike, lehet, hogy tudod, ilyen sújtó damage-et csinál. Nem vágó, nem szúró, hanem sújtó, és lehet, hogy a játék főbossza arra egy kicsit érzékenyebb, mint a többire. Úgyhogy én ezt tudom csak tippelni, hogy miért voltunk olyan erősek a végén. Még ráraktunk egy ilyen áldott izét, Blessed Page-et, és aztán így csá. Meg volt áldva a fegyver, gyakorlatilag feldugtuk neki és forgott. Isten király volt a játék. Álmomban nem gondoltam volna, hogy ma végigjátsszuk. Az egész, a zenéi, a sound design, a karakter, a map design, hogy meg tudták csinálni 2D-ben azt, amit a From Software tud megcsinálni 3D-ben, hogy minden hely kapcsolódik minden helyjel. Tudod, vannak központi területek, elindulsz egy tök messzi helyre, már órák óta bandukolsz, és akkor egyszer csak arra jössz rá, hogy oh shit, körbeértem. És már megint itt vagyok, tudod? Tehát, hogy tényleg meg tudták csinálni ezt két dimenzióban is. Ez szerintem egy iszonyatosan nagy vívmánya a Ska Studiosnak. Le a kalappal. Szerintem, hogyha az ember szereti a platformer Metroidvania játékokat, akkor a Salt and Sanctuary az valahol nagyon magasan helyezkedik el. A Blasphemous is egyébként király, majd azzal is szeretnék játszani, de először a Salt and Sanctuary-nek a folytatását, a Salt and Sacrifice-ot fogjuk majd megnézni, végigjátszani legközelebb. Nagyon kíváncsi vagyok, komolyan. Úristen, nagyon jó volt. De most menjünk, köszönjünk el, mert 2 óra 9 perc van, és tudom, hogy sokan még szeretnétek filmezni is ma este. Még gyorsan szerintem egy film akár beleférhet. Én úgyis fent leszek ilyen reggel 5-ig, úgyhogy még van dolgom itt megvágni a vodokat, meg minden. Csatornán 240. játékát nézhetétek itt végig velünk. Remélem tetszett nektek, és remélem, hogy tetszeni fog a folytatása is ennek. Én nem gondoltam volna, hogy ma ez...
ez így fog alakulni, hogy ezt a játékot be tudjuk fejezni. Ilyen volt a Hunter build, és akkor még lehet egy csomóféle másik build is a játékban, lehetsz mágus, lehetsz ilyen full tankos vadállat. Hogy kell kilépni a Steamnek a nagy képernyőjéből? Ah, így. Na bocsánat, csak nem ismertem ezt a módot még annyira. Tehát lehetsz ilyen tankos, kétkezes, lehetsz full dexes szamuráj, tudod, ilyen light armoros, de a light armor az nem kedvez a karakterednek. Olyanokat olvastam, hogy ne menj light armorra, mert nem fogod tudni megcsinálni. Szét fognak tépni, meg ilyenek. Ahhoz képest a karakterünk szerintem brutálisan jól bírta a sebzést. Szerintem nagyszerűen bírta. Na nézzünk gyorsan át még egy kedves úrhoz, Dark Sector HT-hez, azaz, hogy Darkyhoz, amon egyik jó cimborájához, egyébként az én cimborám is, csak hát mi nem szoktunk annyit beszélgetni. Úgy látom, hogy a Last of Us Part 1-et játssza. Dark Sector HT. És a Discordon találkozunk, filmezünk egyet. Vigyázzatok magatokra, holnap befejezzük a Link's Awakening-et, holnap Switch befejezés, és hogyha azt mondom, hogy szarok a Green Hell-re, akkor holnap még befejezzük a izét is, a Tiny Tinát, és akkor ezzel holnap is két játékot tudunk le. Azért az mekkora király lenne? Menj már, 242 játékkal büszkélkedhetnénk még szeptemberben. Azaz, hogy 42 játékot vittünk idén végig, ami viszont elég kevés. Na, de milyen hosszúak voltak. Na, bocsánat, nem pofázok tovább, megyünk rédelni. Sziasztok, jó éjszakát mindenkinek, nagyon örülök, hogy itt voltatok. Jó éjszakát!